Show. Magyarország első és egyetlen morning show-ja. Jó reggelt! És most, hölgyeim és uraim, elindul Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Akik nélkül nincs reggeli rádiózás. Ez itt a Morning Show. Best of Morning Show. A Morning Show legjobb pillanatai. A svéd király úgy látszik, hogy megbolondult. 16. Gusztáv az egyik napról a másikra arra kényszerült, hogy valamilyen okból kifolyólag tusolás helyett kátfürdőt kellett vennie. És rájött, hogy annyira haszontalan volt ez a kátfürdő, hogy szíve szerint betiltaná Svédországban a kátfürdőzést. Betiltaná a kátfürdőzést azért, mert rájött, miközben őt vagy megfürdették, vagy valahol be kellett ülni egy kát forró vízben, hogy hát ez rengeteg ivóvízbe kerül, és ez belenyilalt az ő kis tudatában, hogy nem okos dolog, hogy ezt tesszük, nagyon szégyelte magát, amikor ő megfürdött. Hát ez szégyelte magát. Mennyire környezetudatos, mennyire szimpatikus. Bár ha az egész uralkodó család abban, hogy egy kádban fürdött volna meg, akkor már nem lett volna akkora baj. Kiszállt a kádból, megtörölközött, és azt mondta, hogy meghirdeti a kád ellenes harcot. És utána felvett valami. És utána a sajtótájékoztatóan pedig fel is öltözött. Igen. Magára kapta a kis kasmír, kis fürdőkendőjét, és meghirdette a kád ellenes harcot. És azt mondja, hogy ezen semmi értelme kádban fürdeni, ugyanis sok-sok-sok liter vizet használunk mi el, ahelyett, hogy gyorsan lezuhanyoznánk. Uh-huh. És gondolják át azok, akik kádban fürdenek, hogy mennyit tudnának segíteni az anya természetnek, ha ők zuhanyoznának, és ő szíve szerint Svédországban betiltaná a kátfürdőzést. Mm-hmm. Nagyon jó fej, Károly Gusztáv, ugye 16. ezen a néven a sorban, ő 69 éves. Megkeverjük a 15. Így van, mert ő neki egyéb, a 15. Károly Gusztávnak sokkal nagyobb tervei voltak, de 69 éves a csávó, és ő erre most döbbent mm-hmm. rá. Hát jobb később, mint soha. De megvan az ébredés, hogy eddig ő hol volt, hogy ő ezt nem, mert szerintem ezt mindenki tudja, hogy a tusolás, az kevesebb víz, nagyobb környezetvédelem. 69 éves koráig őt egyszer se fürdették meg, gyerekkorában se soha nem volt kád vízben. Alanyi jogon lesz eluralkodó, nem az intelligencia. Ez jár, értem. Én nagyon röhögtem, amikor a hírt elolvastad, tehát 69 évesen megvilágosodik Károly Gusztáv is elhívja. Egyre kevesebb húst teszik, elektromos autóval jár, és igaz, hogy van egy baromi nagy flottája hagyományos autókból, de kezd átállni. Uh-huh. De azokat csak itt tartogatja. Igen. Azt hittem, te ezt támogatod, és ennek örülni fogsz. Hogy ne támogatnám már? Csak hogy kettő közt az a különbség, hogy nekem mondjuk nincsen saját repülőgépem, meg stb. Tehát nem utazgatok össze-vissza a világon, ilyesmi. Nekem jó, kicsit az udvartartásom kisebb, mint Gusztávé, és hogy azért neki egyéb helyeken is kellene még kurtítani itt ott a költségvetésből ahhoz, hogy ugyanazzal a léptékkel rendelkezzen, mint én. Neki egy picit az ökológiai lábnyom még így is nagyobb, mint az enyém. Most ha kb. 10 percig zuhanyzom, vagy beülök egy kádvízbe, mennyivel használok el kevesebb vizet? Sokkal. Főleg, ha ugye eszünkbe jut az a kád méret, ami neked otthon van. Ez nagyon egyszerű. Sokszor voltál nálunk, igen. És láttad, akkor sokszor megfürödtél abban a kádban. Úsztál benne nagyokat, és láttad azt a kádat, ami nálunk van. Viszonylag nagy kádról van egyébként szó, Balázs, akkor szájában hallottam már, hogy nem kádnak hívja, hanem léknek. Igen, igen. Bombatámadásnál az egész család belebújik, magukra borítjuk, és azzal szánkózunk. Figyeljetek, nagyon, nagyon egyszerűen mérhető egyébként a dolog, amikor mondjuk otthon zuhanyzol, akkor fogod, és szépen a tálcát, hogy nem tudom, hogy tényleg nálatok mi van, bedugod, és aztán csekkolni tudod, hogy mennyi az, mekkora az a mennyiség, amit elfogyaszt a zuhanyzás közben. Aztán megfürdesz. Zuhanytálcát? Igen. Hát akkor kifolyik a víz. Hát de biztos van valami, ami beledugni. Nincsen hát benne dugó. Lefolyik, hanem a beledobod a dugót, tehát ez 2 centi vas, 2 centi magas a zuhanytálca, utána abból átfolyik a víz. Van, aki meg a kádat használja a zuhanyzásra, tehát van, aki nincs mindenkinél zuhanytálca és kád. Vagy, ja, értem, tehát vagy a beállsz a kádba, akkor bedugod a dugót. Bedugod, és akkor szépen meg tudod nézni, hogy mennyi vizet fogyasztasz. De hagyjatok már ezt a hülyességet tényleg. Ne. Mi idegesítsétek már, hogy attól lesz jobb a környezet, igen, hogy én fürdöm kádban, vagy én szálljak ki a kádból. Én nem, de kivéve a hányszor vízben megbeszéltük. Jó, mondja, azt jöttek nem itt, igen, és a mosógép öblítővizét vezessük vissza az esővízbe, az esővízzel fürödjünk meg, azzal húzzuk le a budit, szűrjük meg, és ígyük meg. És itassuk meg a szürke marhákat vele. Igen, és a végén itassuk meg, igen. Ne komolyan mondom, ki vagyok ezek között. Az fontos egyébként, hogy utólag itass meg a szürke marhák, ha nem pedig előtte, mert hogyha abban mosakszol, amit a szürke marhák. De akkor én egy önző ember vagyok, hogy én beülök egy kádvízbe. Tehát én akkor ezért önző vagyok, mert én szeretem magam egyébként 20 percig csapatni melegvízzel a zuhanyba, vagy beülni egy kádvízbe. Ha mi is átmehetünk hozzátok,
utána... Hát én nem akarok az ő vizében fürdeni. Ez gyerekkoromban volt, hogy hatan fürdött egy vízbe. És volt status quo? Tehát, hogy kifürdött először és kiutoljára? Hát az idősek, hát én voltam a család végén, én voltam a legkisebb, én fürdöttem utána. Ki keresi a pénzt itt? Ki hozza a kenyeret az asztalra? Na, akkor ki fog először fürdni? Én! Na, mindenki bálat. Fekete volt a víz konkrétan, mire én a sorra kerültem, érted? Nem láttam a kádaját, nem mertem beszállni, mert nem tudtam milyen még. Tehát azt hittem, hogy elnyel érte. Nálunk is volt egyiket, hogy én pánikszerűen mindenki megpróbált elsőnek fürdeni, amikor apám a garázs lejáróból hordta hátra fél napon keresztül a brikettet. És aztán jött fel szénporosan. A pinyóból. Svéd király, ide vagy oda, komolyan, én ebből nem vagyok hajlandó leadni. Milliárd. Én ezt nagyon sokszor elmondtam, nem vagyok ebből hajlandó leadni. És ne gyertek nekem ilyen matematikai fejszámolással, hogy ha egy millió ember fürdik el egy kád vizet, milliók akkor... Milliók sikítanak, amikor te fürdesz, szomjan maradnak, érted? Afrika szomjazik, és nálad folyik ki a kádban a víz. Ez egy baromság. Ez igen. Ez mondjuk én is aláírom. De miért? Te kivel vagy? Afrika nem miattunk szomja. Egy baromság. Tehát nem azért szomjasak Afrikában, mert én egyébként 20 perc után kezdem el a pókot kiüldözni a sarokból. És ez még csak vagy egy olyan bruttó 8 perc után vagyok hajlandó egyáltalán bemenni, mire az a kellő hőmérsékletű víz folyik. Tehát, hogy nem ezért szomjasak Afrikában. Nincs összefüggésben a kettő. De elvihetnénk Afrikába a kitusolt vizet, nem? Persze. Aha, igen. Kecskemétnél felszedlek, induljál egy ilyen kis hátadon néhány tartálya. Nem, komolyan, ez hülye ez a svéd király, tehát ha már ezt is el akarja tőled venni, még tételezzük, hogy ezt Magyarországon akarná betiltani, tényleg demonstratív jelleggel naponta 3 kád vízben fürdenék meg. Tehát vannak dolgok, amiből egyszerűen nem szabad leadni, és meg kell őrizni a kényelmedet. Én önző vagyok, én ezt beismerem. De nem jut eszembe az, hogy védjem a természetet, ha elmegyek zuhanyozni. Nem jut eszembe. Akkor én zuhanyozni akarok, jól érezni magam, pihenni és beállni a meleg víz alá. Hát letusolsz 3 perc akkor, alatt, utána jól érzed magad. Akkor itt van egy másik érv, ami nagyon szimpatikus lesz számodra. Figyelj. 3 perc alatt, ha tudom, hogy 3 percem van zuhany, az el sem megyek. Tehát nem megyek el, 10-12 perc alatt nem tudom megcsinálni. Figyelj. Nincs ilyen hülyeség. Tapasztalatból mondom, és ezt te is meg fogod érteni, el fogod ismerni, és hogyha még nem próbáltad, kipróbálod, hogy sokkal több endorfin termel a veretés, mint a pancsolás. De hideggel. Micsoda, a te zuhanyzásod endorfin termel? Igen, a zuhanyzás az sokkal több endorfin termel, hogyha megfelelő irányba is megfelelő. De én zuhanyzom, én nem nagyon ülök kádvízbe, csak azt a mennyiséget fürdöm el, amit a kádban egyébként mások kádvízben használják el. Tehát én egy 20 percig zuhanyzom körülbelül. Tehát olyan pára van, amikor én kiszállok a fürdőszobából, érted, hogy nem találjuk meg egymást vikivel, mikor bejön. Ez napi 20 perc, vagy heti 20 perc? Na, kétszer. Isten, hol van? Nyisd ki az ablakon! Ha te kezedet fogom, akkor kiét, ha nem. Vagy még itt van Marika néni. Igen, van még valaki a vízben. Kiabálnak mind, amikor elsőjött a titani. Ezeket nem veheti el tőlünk senki. Érted? Nem én vagyok a vízért, hanem a víz van értem. A forró víz. Kifizetem, megveszem. Azért van, hogy jól érezzem magam. Nem azért persze, hogy éjszaka folyjon, hogy menjen kárba. De ha 20 percig zuhanyzol, ettől te még nem vagy rossz ember, ezt akarom megérteni. Ettől te még nem vagy pazarló. Jó, mert megengedheted magadnak, hogy beállj a meleg víz alá. Ha nem tudsz lejjebb adni burzsuás szokásaidból, milyen akkor... Milyen burzsuás szokás? Az a tusolás. 3 hónaponta összeveszünk ezen, de nem vagyok hajlandó burzsuás szokásra gondolni azt, hogy nem akarok úgy zönni, elzárom, szabad, kinyitom, és képezzel ez volna. Figyelj, Burzsvá, hogyha nem sikerül lejjebb adnod a szokásaidból, akkor be kell vezetnünk tényleg a vízkvótát, a meleg vízkvótát. Igen, és akkor vedd meg és a akkor Janitól, érted? Vegyél tőlünk. Nekünk ez egy rendszeres bevételi forrás lehet, én tudom majd ebből mondjuk adott esetben finanszírozni a gyereknek a tanulását, mondjuk egészen egyetemig. Nem akárhol. Érted, a harmadik diplomáig, érted? De hogy akkor legyen ez, legyen vízkvóta. Hogy én megveszem tőled. Így van, pontosan így. És te mit veszel tőlem, vagy mit vesz cserébe? Tehát én nem... semmit, én nem tudok neked semmit adni, ami neked nincs. Jó, hajlandó vagyok ezen elgondolkodni. Ráadásul fűteni kell a te vizedet, mert forró vízbe tusolsz. Mert te hidegben, nem? Tehát te azt mondod, hogy te beállsz a hideg vízbe. Én nem, de 5 perc alatt tudok végezni.
nem 20 percig. Ez lesen ér a víz a hátad az 5 hát perc alatt. Hát azért fölül rá, kétszer lassan, lassan megy. 5 perc, mire érted, elér a kettes csigolyád. Meg felék áthordják a forró sonka levet, érte? Új, jó, azt te. Érted, ők eléget forralnak a gáztűz helyen ahhoz, hogy ott állad olyan hővésüket legyen. Ez hülye ez a svéd király, komolyan mondom. Én ezen nem vagyok hajlandó spórolni. De nézzük meg, hallgatóinkat, tessék, ki a legnagyobb spórolós a családban. Nézzük meg, hogy ne csak az zuhanyzásról legyen szó. Drága hallgatók, írjátok meg nekünk, hogy mi igazán elképesztő dolgot látok párotoktól, férjetektől, feleségetektől spórolás jelleggel. Tehát mi az, ahogy a környezetetekben valaki spórol? Mivel spórol? Hogy spórol? Min próbál egy kicsit ügyeskedni? Most háztartáson belül természetesen. Tehát nagyon sok minden lehet. Penészes kenyérhéját levágni, mert belül még jó. Így van. Jó, egyéb, ne, nem le, ne, ne. Miért ne, nem? Mert a penészgomba nem, így, ebben a formában nem fogyasztható. Jó a penész, egy csomó minden. De várjál, nem a penészes kenyérhéját fogod elfogyasztani, hanem azt a kenyérdarabot, amit megmentettél, rossz irányból közelítetted meg a dolgot. Igen, de azt nem véletlenül penészedett be az a kenyér, tudod? Tehát, hogy az már nem jó. A többi része se, szerintem. A nagymamám úgy sporolt, hogy azt a vizet, amit zuhanyzásnál használt a tálcában, bedugta a lefolyót, megmaradjon a víz, kimerte vödrökbe, azzal kellett a WC-t leönteni. Ha véletlen lehúztam a WC-t, akkor nagyot kaptam a fejemre. Ezt Zsani küldte nekünk. Hát ezt sokan csinálják egyébként. Ugye, amiről mi is beszéltünk, ez a kádas vízes spórolós, igen. Az apósom rám kapcsolja a villanyt bárhol, szni sötétben is lehet. Na de törölni és lehúzni, kérdezi ördög, ugye? Tehát azért az kemény, budin ülsz és rád kapcsolja a villanyt. És főleg a papa is így rád is kopogtatod. Lehet az sötétben is. Nagyon kemény. A főnököm a pánci szekrényében őrzi a befőttes gumikat, azt mondja, hogy nehezen lehet hozzá jutni. Azt mondja, nekem van olyan ismerősöm, aki használ zsíros vagy olajos nejlonzacskókat és szatyrokat, elmossa a mosogatóvízben, aztán kirakja a szállítókötélre száradni, majd újra felhasználja. Nem túl higiénikus. Eli küldte nekünk. Nagypapám úgy spórolt, hogy nem járatta a rejtvényújságot annak ellenére, hogy megtette volna, hanem kilopta a szomszéd postaládájából, megfejtette ceruzával, kirodírozta, majd visszatette. Na, ne. Ez jó. Ez mondjuk, de aranyos. Ez jó. Megcsinálom. Kiradírozom, visszarakom. Mindenki örömét leli benne. Jaj, de jó. Azt mondja, hogy az anyám gyufával gyújtja be a gáztűzhely rózsáját, a használt gyufát félreteszi, hogy a második rózsát az elsőről visszagyújtott gyufával keltse életre, megspórolva egy darab gyufát. Anyám. Péter küldte nekünk. Ismerős. Hogy csillog a szemed, Jani? Hogy csillog? Mennyi új ötlet? Hát, ha egyáltalán van új. Hát, most nyitott kapukat döntött. Azt mondom, hogy neked ebben a témában újat mondani, igen. Ha már spórolás, az apusom mindent visz. Télen, hogy az autó kevesebbet fogyasszon, nem kapcsolja be a fűtést. Ettől azonban, hogy ne párásodjanak az ablakok, tilos beszélgetni a kocsiban. Nagyon jó. Igen. Az már csak abba tortán, hogy esőben vezet a leggyorsabban, mert persze az ablaktörlő is fogyaszt. És elmélete szerint, ha gyorsan mész, akkor a menetszél leviszi az esőcseppet. Majd írd már meg, hogy merre jár a papa, hogy arra én ne menjek. Ő zseni. Csaszi, csak minden nap egy SMS-t, merre van a nagyfater, léci, bármi, csak hogy hova ne menjünk. Gyorsan megyünk, százzal megyünk, nem használjuk. Az ablaktörlő mennyivel fogyaszt többet? 0,008, vagy mennyivel? Az autó teljes élettartalma alatt tudnád megmérni, szerintem egy 2 deci. Atya úristen, igen. Nálunk a férjem a spórolás megtestesítője. Hűtőben szekrény lejárt joghurt, csoki, túrorudi, mindent megeszik, mert kidobni nem lehet semmit. Fokrém csak annyi, amekkora a fogkefe feje, tusfürdő annyi, amennyivel én fürdök, ő 3-szor. Gabi küldte nekünk. Volt kollégám minden WC-r menetelőt megkérdezte a családot, hogy nem kell-e valakinek szintén kimenni, így csak egyszer kellett lehúzni. Nagyon jó. Ez az a durva, hogy nem számított, hogy kis dolog vagy nagy dolog. Ja, ez már talán egy picit problémás. Nem problémás, csak a másodiknak. Az első még, igen, az elsőnek még jó. Csak képzeld el azt a karácsonyt, amikor kijössz, ugye, és még nem húztad le. És körbe kérdezed a családot egy tojást. Valaki? Biztos? Látom, nem húztam le. Látom, hogy toparogsz. És valaki elégedett, mondta, hogy jó, megyek. Bemész, tudod, azt hiszed, hogy csak pisilsz egyet. És ilyen brutális zsizé, pufajka új lerakta. Valaki szétcsapatná? Senki? Jó, akkor lehúzom. Minden más. Lehúzom. Atyaisten. Én a barátnőm vizes tűrcsével szoktam csak simán áttörölni magam, hogy ne fogyasszam a vizet feleslegesen. Mert hogy úgyis nedves a törölköző. Ez tök jó. Amikor kijön az zuhanyzóból és megtörölközöd, te gyorsan áttörlöd magad, és meg is vagy. Abszolút, tök jó.
Én egy fiatal párral lakom, este megvárják egymás munkából hazajövet, hogy spórolás miatt együtt menjenek fürdeni. Halálig. Jó, hát ez... Hát lehet, hogy más is történik. Lehet, hogy más is történik. Igen. Az öregapám a lejtőn a 2021-05-ös ladáját leállítja, mondván, hogy itt kevesebbet eszik. Az nagyon szép lesz. Egyszer fogod túl a gyújtás kapcsolót túlhúzni, úgyhogy a kormányzár bezár, és véged van. Ilyet én már láttam. Figyelj, úgyis gurulunk, vedd már a gyújtást, nem kell. És egyet, mert van egy olyan rész, ahol a kormányzár már kiakadt, tudod. De ő még egyet áthúzott, kis balkanyar, paf, és úgy egyenesített. Nagyon jó. És ha szerencséd van, akkor hosszú egyenes út van előtted, nagyon kevés mellékutcával és kis forgalommal. Ha szerencséd. Ha nincs, akkor... Nagybátyám 80 éves egy laborban 2 deci vízben megfürdik, utána még abban elmosogat egy hízóvágásnyi edényt, és nem önti ki, mert azzal még jó lesz a vécét leönteni. Dáig küldte nekünk, köszönjük szépen. Apám nem öntözi a növényeket a kertjében, mert drága a víz. Hiába mondjuk neki, hogy így viszont meg kell venni a boltban a zöldséget, ami sokkal drágább, nem érdekli. Ettől hülyét kapok. Meg hát, hogyha kirohad a növény, tudod, az nagyon szép. Nem öntözöl, mert ugyan spórolsz a vízzel. Ezek a családon belül nagy spórolók, hát ezek zseniálisak. A fateromnál tankolás után meg kellett emelnünk a csövet, hogy az sem menjen kárba. Legalább másfél deci. Azt mondja, hogy kollégám annak idején ment Ausztriába rózsa kiállítása, de előtte nem evett, hogy ne kelljen WC-re mennie, mert az Ausztriában nagyon drága. Hát 1 euró, érted? Azért az 300. Ezt Józsi küldte nekünk, köszönjük szépen. Na jól van, hát minden családban. Ha, minden családban mennyi van nagy szimpatikus ember. Ugye? Mennyi szimpatikus ember. De hát ilyenek, ki az, aki például egy születésnap után a félig leégett gyertyákat nem teszi el jövőre, és nem vágja le az éget végét. Nyilvánvaló, hogy ezt mindenki megcsinálja. Nyilván nem én vagyok az egyetlen, aki dátum szerint rakja a sorba a joghurtokat a hűtőben, hogy azt fogja először, ami a legkorábban jár le. Biztos, hogy minden. És akkor 5 gyertyája volt az 5. születésnapján, félig leégett, eltetted, és akkor 6 éves volt, akkor volt 5 fél gyertyád, meg vettél egy 6-at, ami nagy volt. Ez csak attól függ, hogy mennyire dugod bele a tortába. Jézus Isten. És van rá magyarázata, Atya, érted? Isten. Érted, nem. Hogy mi a baj? Mindegyiket ugyanabban a szintbe lehet hozni. Jézusom, megőrülök. Nem olyan bonyolult ez, Feri. Atya Isten. És akkor kicsit leszopogatod róla a tejszihabot, lenyalogatod, de fogsz egy fiskersolót, levágod, és elrakod egy ilyen kicsit félpenészes nylonzacskóba. Kb. Ne Isten. Most a technikai részéről csak azért nem menjünk bele, mert lehogy itt valaki. Figyelj, szóljál, hogy mikor van a virág születésnapja, megveszem évszámmal, az összesen kedjék egyet. Megvettem már most is előre. Egyes, meg egy négyes, én megveszem. Szegény gyerek, érted? 3-4 ízén leégett, csonki égett gyertyákat próbál elfújni, érted? Atya úristen. Hát igen, azt mondjuk sajnálom, hogy egy picit korábban született volna a gyerek, akkor megcsinálhatok volna azt, hogy amikor a gyerek 14 éves, akkor ugyanazt elrakjuk az anyjának, hogy a 41-re legyen. Hát nem. Atya Isten. És most, hölgyeim és uraim, hangerőt feltekerni, folytatódik a show, amelyre az ország ébred. Jó reggelt! Morning Show! A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez itt a Best of Morning Show. A közös programra akarlak benneteket meginvitálni. Egy olyan helyre, ami számomra az univerzum egyik legnagyobb titka, fogalmam sincs, hogy mi folyik ott. Nem értem, hogy mit csinálnak. Bármikor, amikor valaki megpróbálja elmagyarázni, nagyon-nagyon buta arccal nézem, de soha nem sikerült még igazán megértenem. De ha együtt elmegyünk szeptemberben, megfogjuk egymás kezét, és mesztelenül oda megyünk, hát ha megértjük, mit csinálnak ott. Együtt elmegyünk egy hipermarketben. Miért? De mesztelenül. Genfbe akarlak benneteket elvinni. Nagyon jó hely. Már akartalak kérni. Régóta vágysz Németországban, nem? Nagyon szép hely. Genf, Németország. Messi, milyen Belgium. Szép hely. Nem, találtam egy cikket, és... ennek muszáj utána járnunk, és hát ha ez a 20 perc most valami olyan dolgot hoz közelebb hozzánk, amit szerintem ember nincs, aki értene a világon. Ugyanis nyílt napokat tan ősszel a CERN. CERN. Ha ezt így kimondom, eszetekbe jut-e bármi? CERN. Néhány betű. CERN. Így van. Nyílt napokat tartanak, aha, vagyis el lehet menni, és meg lehet nézni, hogy mit csinálnak a CERN-ben.
Na most, ha te látom, ahogy gyöngyözni kezdett a homlokotok, és erre ráhangolódtatok, hogy irány Genf, irány a CERN. Hát, hú, ha de még egy kávét is fizetek, és ingyen be lehet menni, az úti költséget pedig te állod, akkor irány a CERN, Genf, Belgium. Mondok valami sokkal titokzatosabbat. Ha nyílt napot tartanak ősszel a CERN-ben, akkor ott a helyünk, hogy elmenjünk a világ legnagyobb energiájú részecske gyorsítójába, a nagy hadron ütköztetőbe. Az Isten az a hadron. Figyelj, a következő... A következő 20 perc annak a jegyében telik majd, hogy megpróbáljunk egy olyan mondatot hallani, amit értünk, sőt, mitől megpróbáljuk megfejteni, hogy egyébként kicsit a mi pénzünkből is, és sok-sok ország pénzéből mit csinál néhány ember a föld alatt úgy, hogy ezt még ember nem volt, aki nekem értelmesen tudta volna elmagyarázni. Soha. Én megmondom neked, ott a francia-svájci határon csempészés folyik, ez egész biztos. Ezt tuti. Figyeljetek, a CERN, ez a izé részecske ütköztető cucc, ez egy nagy körgyűrű, de ez ilyen valami, és nagyon sok kilométer, és ugye az egyik része átnyúlik a franciákhoz. Hoppá. Átnyúlik a franciákhoz. Bizonyán, viszik a csokit, na? Vagy viszik a bankbetéteket. Hát, vagy akkor te erről a dologról többet tudsz. Többet tudsz, mint én. Én csak annyit tudtam, hogy ezen a nadrólon már egy csomóan megbuktam. Egy-két adat, amit így sikerült az internetről lehalászni, hogy ott tulajdonképpen mi történik. Ugye, nagyon laikusként próbáljuk megfogalmazni, de a téma érdekes, hogy megértheti-e ezt egy hétköznapi halandó ember, hogy mit csinálnak ott a CERN-ben. Részecskét gyorsítanak. Innentől kezdve csak a kérdések jönnek, minek, kik, ugye? Hova, miképpen, mi történik azzal a részecskével. Miért lassú? Miért kell azt a rohadt részecskét begyorsítani? Egyébként mi történik, ha nagyon begyorsul? Maga a képződmény egyébként, vagy amit oda építettek, az egész egyszerűen zseniális, és ezért azért tartanak nyílt napot, mert hogy karbantartás van, és az egész sztori akkora, hogy 2 éven keresztül kell karbantartani, és itt most mehetnek látogatók. De miért nem rakják állványra? Há, meg akkor miért nem viszik el a szervízbe? Igen, tartják a karjukba. A fölgyorsult részecskét megállítja, befogja a része, ami eddig gyorsult, mert eddig ugye gyorsult. Biztos, hogy egy ilyen részecske tároló doboz, ahol berakják addig, amíg nem gyorsul. Senki ne kapcsoljon el. Tehát ez most nem arról szól, hogy fizikórát tartunk, megpróbálunk egy a jelenkorban működő valamilyen intézményrendszert megfejteni, amit szerintem ember nem tud, hogy mi történik ott. Nagyjából ennyit tudunk részecskét gyorsítani. Igen. Minek? Na mondom, milyen adatok vannak a... Jöhet a BKK. Milyen adatok vannak az interneten? 4 milliárd euróból megépítették ezt a kis valamit, amiben ott ők úgy gyorsulgatnak. 27 kilométeres az alagút, amit te mondasz, így van. És a mágneseket a világűrnél is hidegebbre hűtik. Ez a lényege tulajdonképpen. És a fénysebesség 0,9-szeresével egymással szemben száguldó 100 milliárd protonból álló részecske csomagokat ütköztetnek 600 millió ütköztetéssel másodpercenként. János, mondd vissza az első tételt, kérlek szépen. Jó hideg van ott. Hideg van. Jó hideg a hosszú alagútban, jó hideg van. Jó hideg van, a tököm is lefagyna. Hát a kutya fáján. Legyen nálatok jéger alsó. A proton, figyelj, itt jönnek a durva adatok, de még mindig nem tudom, hogy az egésznek mi értelme van. 11 ezer kört tesz meg másodpercenként a 27 kilométeres pályán. Tehát egy másodperc alatt 11 ezerszer megy körbe a 27 kilométeres pályán. Bírja kondival, nem? Óriási. Én nem tudom, mit teszik, mit hiszik az a proton, de van ott kondi azért keményen. És ebből a részecski gyorsítóban ebből nincsen több, ugye? Ebből ez az egy van. Hát egyről tudunk. Akkor ez a proton típus, ugye? Ez a proton típus. A nyaláb 10 órát kering a rendszerben, ez a kis proton nyaláb, és 10 milliárd kilométert mozog, és ezt valaki figyeli. De most mi nyaláb? Hogy eddig az volt, hogy egy proton megy, nem? Vagy egy ilyen proton nyaláb, ja, amiben nagyon sok proton van. Hát de olyan gyorsan mozog, hogy nyalábnak tűnik, ez egy darab, de hogy annyira összefolyik, így érted, láttad a csillagok háborúját, nem? Megpróbáltam megérteni, hogy mit kutatnak. Ők azt kutatják, hogy amikor a világegyetem fiatal volt, akkor tulajdonképpen... Hogy meddig lehet erre EU-s pénzeket lehívni. Mennyit tudok ebből lenyúlni? De hogy az ősrobbanás utáni első ilyen töredék másodpercet akarják megérteni. Aha. De mondd meg nekem, hogy amikor ennyi konkrét gond, probléma van a világban, de tényleg, mi a fenét kutat ez a 20-30 elvetemült ember? Mitől leszünk okosabbak, ha megtudjuk, hogy az ősrobbanás utáni első pillanatban egyébként mi történt? Meg hogy aztán, tehát az többi nem érdekes? Az az egy pillanat a fontos? Meg nem egyszerűbb megtérni?
és akkor az kevesebbe kerül. Az anyag sűrűségét nézik, hogy amikor volt ez a nagy boom, és megszületett a világegyetem, akkor a megszületés utáni első pillanatban az anyag sűrűsége mekkora volt. Uh-huh. Nem volt még ember, aki nekem ezt el tudta volna úgy mondani, ezt megértsem, hogy aha, erre tényleg szükség van, ez jó. De azt tudják, hogy biztos volt boom? Tehát azt tudjuk? Mert ugye azt kutatják. Azt kutatják, igen. Igen. Bár ugye nagyon sok olyan kutató van azért az elmúlt pár száz évben, akiket akkor elítéltek, vasvillára húztak, aztán ugye miket köszönhetünk nekik, és nem értették a kutatás lényegét, aztán később ugye kiderült, hogy milyen értelmes dolgokat kerestek ők. Na hát azért 4 milliárd eurót eltapsolok én másra. Hát ezek az ördögre cimborálnak, öcsém. Nem, egyszer tényleg érdemes lehet, és erre most teszünk egy kísérletet, hogy valaki hétköznapi nyelven, teljesen érthetően elmondja, hogy ha mi oda megyünk hárma mesztelenül majd. Már ugye ez felmerül az emberben a kérdés, hogy akkor jó, de akkor mennyivel vagyunk bejött? Igen, tehát ha oda megyünk majd szeptember 28-án és 29-én a nyílt napra, ha van kedvetek Genfbe, ne kérdezzünk olyan orbitálós hülyeséget. Mi van, ha kiderül, hogy milyen volt az anyag sűrűsége a nagy boom után? Akkor mi van? Hát igen, hát akkor nem fogjuk érteni, mert valószínűleg franciául fogják majd mondani az egészet, és nem lesz tolmács. Egyébként maga az ütköztetése, emlékeztek, amikor pár évvel ezelőtt először ütköztették? Hogy akkor mi volt? Néhány tudós azt mondta, hogy nem szabad ütköztetni. Néhány azt mondta, hogy akkor itt most elnyel minket majd egy keletkező fekete lyuk az ütközés hatására, ne csináljuk. Aztán valakinek igaza lett, valaki meg tévedett, emlékszem. Nagy a kavarodás, csak ezt olvastam napokig. Azt mondták, hogy van ez a rohadt nagy hadron ütköztető, és ha ütköztetik ezeket a proton részecskéket, vagy nyalábukat, vagy bármiket, az olyan folyamatokat indít el a világegyetembe, hogy egyébként elnyelik a mi bolygónkat is, és ezért néhány tudós azt mondta, hogy kedves genfiek, nem lenne jó azt ott ütköztetni annyira. Érted? Ezek meg ott aztán lementek oda mérni, és picit ott ütköztettek. Miközben te etted a kis nyomorult szendvicsedet, meg tofudat, igen, és ők ott ütköztetnek. Amíg vagyunk. Hogy azt is amíg én nyeltem el a szendvicsemet, addig gyakorlatilag az egész bolygónkat ez a veszély fenyegette. Azért ebben a kérdésben az is érdekes, hogy mindig minden esetben tudják-e, hogy mi a következménye egy olyan dolognak, amikor olyannal kísérleteznek. Hát azért csinálják, hogy aztán kiderüljön, hogy mi a következmény. Na de ha valaki is egy kicsit a magasabb intelligenciában, vagy a felsőbbrendű energiában, vagy bármilyen teremtőben, ami ezt az egészet létrehozta, és most nem egy szakállas apóra gondolok, aki ül és azt mondja, hogy eljjelj Feri, sok lesz nem, a pálinka. Nem, ez egy háromszög egy szemmel középen, ezt mindenki tudja. De hogy itt kicsit teremtőt, Istent játszott, tényleg összenéznek egy ilyen ütköztetés előtt, és azt mondja az egyik, te Jürgen, megnyomjuk, tudjuk mi lesz. Anyám, se tudja, de rohadt drága volt, ha nyom meg Béla, most már jelzik. Fogd meg a kezem utoljára, aztán hadd ütközzenek. Előtte azért simuljunk össze, ki tudja, mi lesz utána. Nem akarom lebecsülni az ő munkájukat. Biztos, hogy baromi fontos dolgot csinálnak. Igen. De hogy van egy ilyen beszélgetés tudós és tudós között az első ütköztetésnél pár évvel ezelőtt, amikor így megfogják egymás kezét, becsukják a szemüket, jöjjön, aminek jönnék el, ütköztessünk. Nem? Hát igen. Egyébként érdekes, hogy ez az egész hogy zajlik. Meg ha megvan a válasz, akkor utána mi a következő lépés? Az első töredék másodperc megvolt, utána jön a második, a harmadik, és szépen felgöngyölítik az egész sztorit. De az az idő. Ugye, hogy egyébként mennyi kérdés van ebben a dologban? Hogy valahol egy nagyon-nagyon szuperbiztosított retina szkennerekkel ellátott hiper high-tech erőműben történik valami olyan, aminek az emberiség 99%-ának fingja nincs, hogy ott mi történik. És mit mondanak otthon a gyereknek, amikor megkérdezik, hogy apa, te mivel foglalkozol? Hadronütköztetőbe megyek. Han szabja a cukrászt. Protonnyalábokat ütköztetni. Még nem tudom elmagyarázni neked. Úgy sérteném meg kicsi. Na jó, felhívunk akkor valakit, aki egyébként ott dolgozik. És megkérjük arra, hogy úgy beszéljen velünk, mintha 8 évesek lennénk. A témában egyébként. Ha most hallgatott minket, akkor úgy is tudja, hogy körülbelül ez a helyzet. Van vele. Igen, mondja el, mit csinál az a 30 fehér ruhás ember ott. Jó? Ezt akarjuk tőle tudni. Itt van velünk a vonalban dr. Barnaföldi Gergely, a projekt magyar kísérleti csoport vezetője. Méghozzá az ALICE projekt. Egy újabb idegen szó. Hoppá. Írt föl. ALICE. Hello Gergő, jó reggelt! Szerbusztok, üdvözlöm a rádió hallgatókat is. Bonjour. Eddig értettük. Jó reggelt. Ja Istenem, csak maradjon. Remélem, megy tovább. Maradjon ennyire érthető ez a beszélgetés. Na, mi nyilván félig humorizálunk, hogy valamennyire fogyasztható legyen ez a dolog. Persze, tesszük ezt kicsit tudatosan. De ugyanakkor gondoljuk azt, hogy ez az egész baromi izgalmas annak ellenére, hogy hétköznapi ember számára totálisan érthetetlen és értelmezhetetlen, hogy ti ott mit csináltok a föld alatt. Honnan indítsuk ezt az egészet, hogy meg tud ezt nekünk magyarázni mondjuk egy 6 percben? Hát Balázs, a kérdések, amiket, ahogy felvezettél, azok egy jó indítás lehet szerintem, olyan sorrendben, ahogy mondod is. Akkor megkérdezem rögtön az első, te ott voltál az első ütköztetésnél, amikor megöleltétek egymást, közösen becsuktátok a szemeteket, és megnyomtátok azt a bizonyos gombot? Persze, hogy ott voltam, hát mindenki ott van olyankor, és utána egy nagy ünneplés is van.
De az ölelkezés az elmaradt sajnos. Aki megnyomta az gombot, a gombot, az meg így rátok nézett, hogy biztos fiúk? Hát nyomja? Igazából aki a gombot nyomja, az valahol teljesen távol van. A gyorsító az egy szolgáltatás. A CERN az tulajdonképpen egy szolgáltató. Tehát ugye, ha te mobiltelefont akarsz, vagy mobilozni akarsz, akkor mobil szolgáltatóhoz mész. Hogyha tévézni akarsz, akkor valami tévécsatornát keresel. Mi protonnyalábot akarunk, akkor mi elmegyünk a CERN-be, ahol adnak nekünk protonnyalábot. Igen, de miért fogalmazódik meg az emberben ez a kívánság, hogy legyen neki protonnyalábja? Nem mondnám fel, hogy te nem gondolkodtál el azon, hogy mondjuk kábeltévétek legyen, vagy pedig protonnyalábotok. Na, akkor mit csináltok tulajdonképpen? Tudom, a legnehezebb kérdésre, vagy a legkönnyebb kérdésre a legnehezebb válaszolni, de tulajdonképpen mit kutattok, vagy milyen vannak otthon gyerekek, akik, ahogy mondtad, meg szokták kérdezni, hogy apa, mit csinálsz, úgyhogy akkor most ez a verzió következik. Tehát igazából arról van szó, hogy mi elméleti részecskefizikusok, meg kísérleti részecskefizikusok szét akarjuk szedni a világot, és meg akarjuk tudni, hogy miből épül föl. Ez ugye egyszerű, az ember vesz egy darab valamit, és elkezdi vagdosni a konyhába, ez a demokritoszi elv, egyre kisebb és kisebb darabokba, aztán a végén ott marad egy ilyen induri-pinduri golyó, amit így a kés élével piszkálsz, és mindig arrébb ugrik, na hát az a végső részecske, ez nagyon egyszerűen. Most ehhez a tudomány eljutott ma odáig, hogy ehhez egy nagy hadron ütköztető kell. A hadron az nem egy különleges dolog, azok olyan részecskék, amik körbevesznek minket, vagy amiből felépülünk, például a proton, ami a hidrogénatom magja, vagy a neutron, ami szintén az atommagok belsejében megtalálható, vagy az elektron az nem hadron, de elektronokat is keltünk és ütköztetünk. Tehát ezek a tulajdonképpen hétköznapi részecskék, nem nevezed néven őket, de amikor megpillantasz valamit az úton, akkor az mind protonokból áll. A hadron akkor összefoglaló név, és a hadront már nem tudod mondjuk felezni, nem tudod tovább. De tudod, azok a kvarkok, de olyat nem szabad mondani, azt mondtátok. Ha már egy kvarkok is jönnek, akkor tényleg az már nagyon bonyolult. Oké, kérdezek egy egyszerű dolgot. Tulajdonképpen mi derül ki ebből? Tehát miért jó ez nekünk, ha rájövünk, hogy még a felet is tovább lehet felezni? Tehát mi az, amit keresünk, vagy mire akarunk választ kapni ezzel? Hát kicsit azt mondanám, hogy olyasmi, mint ez a Lego. Tehát, hogy vannak alapvető építőkockáid, és abból bármit fel tudsz építeni, és akkor az ismert világot visszabontjuk olyan kicsi részekre, amikből lehet, és utána megpróbálhatunk, hogyha elég ügyesek vagyunk, meg technológiában jók vagyunk, akkor megpróbálhatunk ebből valami újat is kiépíteni, felépíteni. Tehát ugye az elektromágnesesség például körbevesz minket, voltak villámok már az emberiség kezdete óta, így dörzsöltük a borostyánt, és akkor magához vonzott a füvecskét, meg ilyesmit, de ettől nem lett mobiltelefon csak 2000 év múlva. Tehát lehet, hogy valami olyat kutattok, aminek majd mondjuk 50-100 év múlva lesz meg a hatása, vagy az eredménye. Hát igen, ezt szokás mondani általában, tehát a jelenlegi technológiai tudásunk az olyan 100-50-100 évre megy vissza. Eléggé felgyorsult az információ áramlás, tehát az, amit most kutatunk, az feltehetőleg gyorsabban kerül át a hétköznapokba, csak ez nem feltétlenül az a hétköznap, amit a rádióhallgatók minden nap meg fognak tapasztalni, hanem mondjuk egy ilyen mobilkommunikációs, mondjuk egy nagy adatátviteli rendszer, megjelenő újdonság, vagy akár energetikában megjelenő változás lesz. Tehát olyan dolgok, amik nem közvetlenül, hanem közvetett módon jutnak el hozzánk. És amikor volt ez az első nagy ütköztetés, akkor tényleg voltak olyan tudósok, akik azt mondták, hogy fekete lyukak jöhetnek elő, feldúzzadhatnak, elnyelik a bolygót, inkább ne csináljuk? Tehát akik valósan féltek attól, hogy ha ti megnyomjátok ott azt a gombot, akkor mondjuk akár eltűnik a bolygónk? Hát mindent megadunk egy csomó hivatkozásért, úgyhogy persze, igen, voltak ilyen tudósok, akik ezt is mondják, meg vannak olyan tudósok, akik a fordítottját is mondják. A válasz az elég egyszerű, tehát az univerzumban önmagában végbe mennek ennél sokkal-sokkal nagyobb energiájú folyamatok, amik akár itt körülöttünk is zajlanak, rajtad is, meg rajtam is, most másodpercenként mennek át műon nevű részecskék, és egyáltalán nem zavar minket. Ezeknek az energiája sokkal nagyobb is tud lenni, mint amit az LHC drága pénzen előállít, és mégse következett be az univerzum keletkezése óta, itt a környékünkön elég nyugi volt, itt nem következett be fekete lyuk. Tehát eléggé kicsi a valószínűsége annak, hogy fekete lyuk keletkezzen, és hát
Ezt hiába az LHC-ba belenyomott minden technológia és tudás, ezt még nagyon messze vagyunk attól, hogy fekete lyukakat generáljuk. Bár érdekes lenne, azért azt megjegyzem. Érzem a hangot, kicsit így elhomályosodott a hangod, ha lehet így mondani, tehát így ez érdekelt téged egy fekete lyuk így közelebb. De valószínűleg arról lehetett szó, hogy azok a tudósok, akik ezekkel a fekete lyukakkal riogatták az embereket, azok közé tartoznak, akinek a pályázatát visszadobták, ugye? Nem. Őket fogják a következő gyorsítót fölvenni. De most mennyire vagyunk ettől, hogy azt még ott elfelezzétek és megtaláljátok? Most van egy kis szünet, oké, karbantartás, de hogy egy év múlva lehet, hogy történik valami nagy áttörés? Sajnos nem. Áttörések lesznek, de fekete lyukak irányában nem lesznek áttörések. Igazából amiről most szól a dolog, hogy hát ezt biztos láttátok ott az internetes anyagokban, amit olvastatok, hogy a részecske gyorsító eredetileg 14 teraelektron voltra lett tervezve. Ez egy borzasztó nagy energia, azonban a 2009-es baleset miatt igazából óvatosabbak vagyunk, és nem toltuk csutkáig a power-t, hanem csak 8 teraelektron voltig, tehát igazából picit több, mint a feléig mentünk el a névleges teljesítménynek. Emellett az derült ki, hogy hát ugyan billió és billió részecskeütközést csinálunk, de ahhoz képest csak mondjuk olyan néhány száz darab Higgs részecske keletkezik, ami az egyik fő kutatási irány, és ennek a számát, ez egy statisztikai dolog, tehát ha meg akarjuk növelni, akkor több ütközést kell csinálni, és ez tehát most már megvan a Higgs részecske, úgy látjuk, hogy ott van a helyén, ahova vártuk, legalábbis ez a fajta Higgs részecske, és akkor most meg kéne nézni, hogy ennek milyen tulajdonságai vannak, ahhoz pedig több ilyen eseményre van szükség, hát ezt úgy tudjuk elérni, hogy még többet csinálunk. Tehát a mostani fejlesztés az arról szól, hogy a technológia, a mágnesek, a különböző kiszolgáló berendezéseknek a fejlesztése zajlik, hogy még több ütközést tudjunk csinálni időegység alatt. Energiában nem fogunk sokkal följebb menni, de ha már most ezt rendbe rakják, akkor újra átnézik azokat a részeket, amik kritikusak lehetnek a következő nagyobb energiás ütközések szempontjából, és utána mehet csutkára az egész. És most megint hogy felderültél? Ezeket nagyon szereted, lehet csutkára az egész. Na, ez az ősrobbanás utáni első pillanat, akkor már megvan, azt letisztáztátok? Tehát a szimuláltátok, tudunk mindent az első pillanatról. Ez kétféle kutatási doktor. Az egyik az részecske fizika, és az leginkább a Higgs bozon és az alapvető fizikai modelleknek a tesztelése. Kivontam a bozont, bocs. Azaz, igen. Így van. Így a Higgs részecske. Egyenlő. Figyeljetek, mert már nem korszerű a bozont. Oké, de a bozon az teljesen korszerű. Csak nem hallgató barát. És a másik irány? Szóval a másik irány pedig az, hogy a gyakorlatilag az univerzum születése utáni, tehát ezt manapság úgy hívjuk, hogy ősrobbanás vagy Big Bang, ennek ezutáni első időpillanatok, ezek mikromásodpercek, tehát egy nulla, és utána sok nulla legalább. Van ez a mikromásodperc? Mikromásodperc, ez a másodpercnek a milliomod része mondjuk. Azt én értem, de hogy megvan, ezt megcsináltátok? Ez megvan, igen, és talán picit tovább is tudunk menni. Ami kérdés itt, hogy milyen volt az anyag akkor? Akkor nem ez a hétköznapi anyag vett körül minket, teljesen másmilyen tulajdonságú anyag volt, amiből a mai anyag a lehűlés után kicsapódott, mondjuk így. És igazán az a... A gyerekek, ez már annyira elmélet, hogy ezt már szerintem senki nem érti. Én leestem. Én most egy 8 éves gyerek vagyok, én már szorítom a macimat, és azt mondom, hogy apa, köszönöm a bozont, én ma megint nagyon jó. Én már leestem a vonatról, megmondom őszintén. Ha én ebből a sztoriból filmet kéne, hogy forgassak, akkor valószínűleg a vége ennek a történetnek az lenne, hogy eljutok addig a pillanatig, amikor már ugye megvan ez az első pillanat, és akkor megszólalna egy mennydörő hang, és azt mondaná: srácok, miért nem azzal játszotok, amit teremtettem a lábatok közé. Igen, kicsit valóban teremtőt játszik az ember egyébként, meg próbál egy olyat kutatni, amire nem is biztos, hogy aztán van igazi racionális magyarázat, mert hogy ez csak a racionális oldala, de hát van egy másik oldal, ami egy hosszabb beszélgetés lenne. Jó, nagyon-nagyon szépen köszönjük, igazából a beszélgetésünk célja az volt, hogy kicsit közelebb jussunk hozzátok ott a CERN környékén. Nem tudom, hogy sikerült-e, de minden esetre barom izgalmas, amit csináltok, annak ellenére, hogy fogalmunk nincs továbbra se. Nagyjából, hát de érthető volt, és tök jól mondtad. Sikerült találkozni, és akkor... Ott vagy ezen a nyílt napon?
Hát majd meglátjuk, hogy sikerül-e, de ha igen, akkor ott akár élőbe is mutathatok nektek mindenféle érdekes dolgot. Geronádzó Máriát sem értjük, de hozzá nem mennénk el nyílt nap. Elkette lyukér meg főleg nem. Na jó van, nagyon-nagyon-nagyon szépen köszönjük. Azért segítettél nekünk, próbáltuk ezt az egészet hát felfogni. Hát remélem sikerült. Megérteni. Köszönjük, Gergő, jó munkát nektek ott kint, hello. Viszont. Ciao, hello. De most van egy évszabija azért, az nem rossz. Kettő. Vagy kettő. De minden percükben van osza folyamatosan, közben abszolút dolgoznak. És ilyen nőonok mennek át ezen a testen. Mennek bizony, Feri. Még a fiatal is kicsit lassabban, mint az enyémen, de... Hát nem mehet át egy nőon. Ha gyerekek, hát nem tudom. Földolgoztad? Még itt olvasgattam róla a híreket, meg dolgokat, de... Nem jutottam közelem. Figyelj, teljesen felfoghatatlan egyébként emberi aggyal. Valami olyat kutatnak, amit nem is biztos, hogy az emberi elme fel tud fogni. Magát az ősrobbanást, a fogalmakat, hogy előtte, utána, végtelen, mi történt. Tehát egyszerűen nem is érted. Szóval, hogy túl picike és túl felfoghatatlan. Túl nagy ez nekünk. Mi meg túl picik vagyunk. Bizony. Illetve az emberi agynak is megvannak nyilván a határai, hogy ezt felfogjuk. De mindig érdekes ilyen dolgokról beszélni, nem? Hát ha közelebb. Hát egy kicsit több mindent megértünk. A legnagyobb sztároknak is kell a pihenés. Balázs, Feri és Jani most szabadságon vannak. De nem múlhat el reggel Morning Show nélkül. Ezért összeválogattuk a legjobb pillanatokat. Íme. Képzeljétek, bért süttetek magamnak. Na, de ez jól hangzik. Mit sütnek és kik? Almáspitét. Van te valaki? Nem tudsz almáspitét sütni? Nem. Miért nincs? Babocs. Azért nem egy bonyolult dolog. Na, se türelmem, mi van? Se energiám. De ki, bemész a pékhez, a helyi pékhez? Nem, egy idősebb néni süt nekem. Uh-huh. Van grokkolni kapcsolat köztetek? Igen, egyet a világon semmi. Nem, de ha jól sikerül, elveszi. Hozott a nénye pitét. Igen. És? Finom pitéje van. Milyen páj volt? Apple pie. Jóféle pitéje van a néninek. Rácsosra csinálja, vagy csak belesüti? Nem varjálja. Szépen semmi megsüti. Szépen pite. Megsüti. Aha. Igazi, finom, nagyon jó ízű, reszelt almát tesz bele, és felajánlottam a néninek az év bizniszét. Tepsinként fizetek azért, ha ő süt nekem almás pitét. És most almás pite dílerkedek, tehát a néni feketén keres egy kis pénzt, nekem pedig süti az almás pitét. De tovább adod a pitéket, vagy magadnak? Nem, hát a családnak, nem árulom, nincs garázsvásár, semmi. Nénye jön a pitével, de jó. Egy forró tál almás pitével. Nagyon jó. Kifizetem. Alapanyagokat ő szerzi be? Megszerzi az alapanyagot, neki nagyon jó nyugdíjkiegészítés, én többet fizetek, mint amennyibe kerül, viszont egy ekkora tepsi almás pite, finom, melegen még a porcikorral, megszólja a tetejét. És azon gondolkoztam egyébként, hogy hány nyugdíjas örülne annak, ha kihasználnák ezen kvalitásait. Hát hány nyugdíjas baromi jól tud sütni, nincs kinek. Vagy messze laknak az unokák. Vagy a gyereke nem látogatja, vagy nincsenek jóba, vagy eltávolodtak. És hogy milyen jó lenne az, hogyha ezen nyugdíjasokat úgy lehet igénybe venni, hogy megkérdezni, hogy mit akar ott a környezetedben csinálni. Kicsit vasalni, segíteni, és valami olyat csinál, ami neked megér egy bizonyos pénzt, neked azzal segít, ő megkeres pénzt. És keresel olyas valakit a lakókörnyezetedben, aki megcsinálja a vasárnapot. Nem, szeretnék felvenni már az almás pitét, és ezért most már szeretném Ákos. Várom a vaníliasodót. Most pihentetem a projektet. Aha, most jó, hogy befáradjon. Most ne fáradjon el. A nénit elkaphatja a NAV? Tehát nekem ő bérsült. Én fizetek ezért mondjuk 5000 forintot. Aha. Nekem megéri. Tehát tényleg akkora tepsi, én nem is tudom, hogy hogy férve a sütőbe. Iszonyat, óriási tepsi. Hát azért az a melózol. Mennyi a forró volán száma, Feri? Tehát mire lereszeled az almát? Azért az egy pepecselős munka, meg lehet csinálni, nem bonyolult, de nyújtod a tésztát, megcsinálod az alsó linzert, felső linzert, rakod, sül. Hosszú. A nénit ezért megvághatja, mert én nem akarom, hogy baja legyen. 120 almás pite után vághatja meg. Már háromnál vagy négynél tartok. Akkor még van bőven. Még van. Mert az 600 ezer forint, akkor éred el, és azt hiszem, egyszer beszéltünk a NAV-val, és azt mondta, hogy 600 ezerig nincs nyomozás. Az jó. De ahogy nem vágják meg vagyonosodásira. Nem, a 121. piténél van baj. Fölnyomják a nénit, hogy nagyon durván kezd vagyonosodni, mert a bali pitét sütött neki. És arra gondoltam, hogy milyen jó lenne, ha ezen nénik nem is effektíve a pénzről van szó, hanem azt éreznék, hogy ők még hasznosak a társadalom számára. Mm-hmm. Tehát mondok valamit, mit tudom én, te szeretnél köttetni a gyermekednek egy sapkát. Jó találkozik jóval, nem azért, mert nincs pénzed megvenni, hanem mert jön, nénye sétáltatja a kutyát, milyen jó lenne megkérdezni, hogy nénye. Tud-e maga kötni? Nényed a keresztanyád. Takarod ilyen bűnöskörökbe, úgyhogy a botomat, és a néni lefúj egy 5001-essel, tudod, a tacskó, meg megharapja a lábodat. Bocsánat.
Mondjuk kötne a gyereknek sapkát. Hazamenne a nénye, megvenné a kis mohair fonalat, te megveszed neki az alapanyagot, ő megköti a sapkát, a gyerek örül, van egy házilag kötött sapkája, a néni nagyon boldog, hogy köthetett az örökbefogadott unokácskájának, aki ugye nem az unokája. Tök jó. Tehát ezt ki kéne használni? Hány nyugdíjas hever parlagon, mert nem kap elég lehetőséget. Nem azt mondom, hogy dolgozzanak, hanem hogy legyen nekik egy kis kiegészítés. Tudod, milyen boldog a néni, hogy süthet? És nem feltétlenül a pénz miatt, gondolom. Bár már emelt az áron. Nem, nem, de a hogy harmadikra. Azt hittem, már eddig ötön elkezdem nyerészkedni. Jaj, Balázs, fölment az alma. Most már 12. Hát ezek tollasabbak, mint mondottam. Én terányok fogok kérni. Igen, vagy burkoltál, mert ez kisebb tepsi. Levette a tepsi méretet, igen. Igen. Most már csak ez a rakott krumpli is tepsi van. A szélét meg levágja magának mártogatni, mi? A kávéba. Hogy alakult ki a biznisz, azt mondd már el. Tehát hogy akadtatok egymásra? Egy helyen lakunk. És ő megkínált. És hazavittem, megkóstoltuk, és annyira ízlett, hogy... És visszament, és azt mondtad, én azt mondtam, hogy én nem kérhetem ezt ingyen, de nagyon finom, viszont nem kérhetem, viszont a gyerek nagyon örül, Viki nagyon örül, én nagyon örülök, és mi nem jutunk sokszor ilyen házi dologhoz, mert lustábbak vagyunk, meg ezek tényleg... Mindig betetszik zárni az ajtó. Ez igazi régi recept. És én felajánlottam neki, hogy nem, aranyom, akkor sütök még egy, nem. Sütött még egyet, nem fogadta el, majd felhívó jelleggel egy nap múlva visszaadtam neki a teljesen kitakarított, súvickolt tepsit, hogy már elfogyott, édesem. Hát mondom, egy nagyon jó pite, de, és ott jöttem elő, az nagyon durva üzleti ajánlattal. És belement. Aha. Kellett egy kicsit győzködni, de belement. Belement, elfogadta először, nem akart, hogy ő szívesen csinálj, de mondom, van alapanyag, van liszt, van cukor, hát azért ezek drága dolgok, tessék nekünk bérsütni. És a nénye azóta bérsüt. De jó. Hogy mert azért nagy, érdekes a dolog. És olyan hozok majd nektek legközelebb, olyat csinál, hogy megőrülsz. Nagyon finom. Hogy a fatális véletlen miatt tepsiben adja. Ja, ne haragudj, de hülye vagyok. Hogy véletlenül akartatok egymásra, érted? Kéne valami fórumot találni ennek, ahol például a te környezetedben lakók be tudnak jelentkezni, hogy a kis Beninek kötnének egy pulóvert. De nem csak, de nem arra kis Beninek. Igen, és akkor hogy hívják, persze. A kólyák összerakják a kabátot, a béga megcsinálja a vásznat, a kisvakon pedig elmegy a rákhoz, aki kivágja a játszót. És egyébként is tényleg úgy történik az egész, mint Twitteren, amin andó középkorban, hogy a földes urat ellátják mindenféle, hogyha nincsen pénz, akkor ez hoz ezt, ez hoz tyúkolt, az köt sapkát, ez más is rá tud arra jelentkezni. Nem csak erre gondolok, hanem a környezetedben te megtalálod a nénit, és azt mondod, hogy tetszik-e tudni sütni, tetszik-e tudni, hogy jaj, aranyom, persze, nagyon boldogan. És ilyen, tök boldogá lehetne őket tenni. És ha ez a véletlen a néni nincs, azóta boldog. Érted? Akkor neked nincs bérsütőd. Hát ami, tehát kell egy fajta. Valamit, valahogy ki kéne találni. Tehát akkor csináljuk meg a www.nénye.eu-t. Így van. Nénye.com. Akkor már. Lenne a nénye, BT. Mi elindítjuk ezt a vállalkozást. Kinek mire lenne szüksége? Igen. Mi mondom én? Mit tudom én? Zoknit stoppol. Hát te tudsz, de azért kevés pali stoppol. Bejönne egy óra, megstoppolná az zokniaira. Segítene vasalni, kötne. Egy kicsit olyat, amivel ő is hasznos, és neked, téged pedig boldogá tenne. Nem lenne jó? De. Hát szerintem zseniális. De, és az időseknek egyébként ez egy nagyon jó elfoglaltság lenne. Egy kis lendületet vinne a nyugdíjas éve. Arra gondoltam, úgy fogom csinálni, hogy beszélek a polgármesterrel, és messzire tekintesz. Később pedig rácsörgök Kövér László. Igen, fölhívom Rogán Antal. Összeszedem a nénnyéket. Igen. És csinálok egy nényeházat. De beültetem a nényéket. És te be tudsz menni hozzájuk, igen. És meg tudod beszélni, neked mire van szükséged. És ott ül egy nénye, aki var, ott ül egy másik nénye, aki süt, ott ül egy harmadik, aki stoppol. És akkor tényleg így bemegyek, és akkor a portán mondom, hogy Rácsos Nyinzer harmadik emelet, négy. Ilyes ablak. És egy kis manufaktúrában, ott Örök Bálint Budaörsöl összegyűjtött egyébként idős, nagyon helyes, aranyos, unatkozó, ám de agilis. Madárt, egy nem ez konkrétan rizses lecsója, nem madárt egyszeretnék csinálni. Tetrekész idősebb néniket beültetem, és dolgoztatom őket. Ahogy az iPhone dolgoztatja a gyerekeket, nem tudom hol, Kínában, én az idősebbeket. De örömet adok nekik, munkát adok nekik, nyugdíjkiegészítést. Hülyesség? Nagyon jó. Nagy gyúrja a tésztát, a másik stoppol, a harmadik. Mindenféle szolgáltatás lenne? Hát most mi jó napot, bum, finis, vagy mire van az idős nénye, egyedik emelet, kettő, tiszta között, és szappantala. Katikám, az úr nagyon fickos. Az ötödikre kéne felmenni, ott van a masszázs fotel, az zuhanyzó. Nem jó? De, ez jól hangzik. Szerintem teljesen rendben van.
Mondjuk azt, hogy összegyűjtöd őket egy házba, ez picit nem fura. Tehát, hogy ez kicsit hát ilyen... legyen egy ilyen nénye manufaktúra. Ott a polgármester hivatal mellett, ahol lakom, kibérelek egy ilyen kis községházat, és ott lesz a nénye manufaktúra. Egy ilyen kis községház. A kultúra. Jó, hát akkor a kultúrházat kipakoljuk, ott úgyis csak egy csomó. Nyitott lehet rá a polgármester úr? Tessék? Akkor most hívjuk föl. De most köregjük. Szerintem már ébren intézi a település dolgait. Hát szerintem egy 7:30-as telefont ez megérne. Simán. Igen. Van egy hallgatónk. Van egy hallgatónk. Halló, jó reggelt! Halló, Gergő! Nagyja! Igen, tényleg. Gergő nénye. Gergő, hello, mondd, mit szeretnél? Én nem, csak beírtam, hogy nekem nagymamám már évek óta ezzel foglalkozik. Komolyan? Mit csinál bér? Bérsüt? Bérsüt, a... Ne csináld! Süteményeket, meg száraz tésztán, házi száraz tésztán. Csiga tészta, lebencs, az mi egymás. Az jó. És ezeket otthon csinálja, és akkor jönnek a delikvensek, és megmondja, hogy ez ennyi, annyi. Így van, így van, így van. Rokonok, barátok, ilyesmi. De fizetnek érte, tehát nem ingyen kérik. Nem. Hogy adja a tálalmás pitét? Hát azt én így meg nem tudom, meg nem mondom neked már. Nagy tojás, sosa csiga tészta. Annyit éle hajta, mert alapanyagtól függ, hogy mennyi az áron. És ez szájról szájra terjed közöttetek, hogy a vú, figyelj, van a nagyi, és akkor ővel le lehet dolgoztatni, vagy hirdetni magát. Így van. Mi a kedves neve? Ilona. Ilus mama. Ilus mama házi sütije. Így van. De jó. Echte, eredeti Ilus mama. Így van. Lebencs. Nem csak a faluban, már Debrecenben, a faluban, már a gyógyszerésztől kezdve nagyon sokan oda járnak. Ajajajaj, nehogy aztán ide menjen, jönnek a próbavásárlások, az állvásárlások. Olyan szinten nem, most én nem arról beszélek, hogy havi szinten 600 ezeret összekeres. Nem erről van szó. Volt, hogy megetődött mennél. Igen. Igen. Nagy vett egy gémercet magát. Annyira meg. Mindig van mit csinálni, elfoglalja legalább magától most. Igen, így van. A nagy itt a múltkor egy SL55 AMG-be látták, mint egy kábrióba csapat. Azzal jár fel a süteményhez valamiért. Azzal jár a piacra. Most építhetek egy annyi panamér a kombit. Hogy elférjön a csapatot. Azért nem feltűnöm, mert én szoktam vele járni, el szoktam tőle kérni. Köszi, Gergő. Nincs, hello. Ezt kóstold meg, házi sós. Lesz 6-7 nagyim. Aha. Non-profitban működöm. Jó. Na. Tehát nem akarom a nagyikat levenni. Tehát nincs, hogy a nagyi egy havi bért fizet navi. Nekem. Navi. És jön majd az állvásárló a naptól a navi. Egy öreg navi. A nagyik közé egy öreg navi is vegyül majd. Szóval, hogy 8-10 nagyim. És úgy megvan, hogy bemegyek a kis községházába, és ott ez a 8-10 nagy, ott nagyon serényen dolgozik, köszön nekem, én is köszönök, sziasztok nagyik, szia Balázs, kiabálják egyszerre, és sütnek, főznek, kötik a sapkákat. Végigmész így az asztalok között, ebbe több sót, ebbe kevesebb cukrot, hol van, ez még nem kell meg rendesen, mi lesz sapkával. És ott dolgoznak. Még egy bojtot. Hozzak majd a almás pitét? Hogyne hoznám. Megkóstoljátok? Igen. Jó. Most mindenki kíváncsi rá. Jó. Most nem láttam egy-két napja. Nem, nincs baja. Vagy nem csapták le a kezemről. Hát, lehet, hogy már valahol hamburger csinál az őrsök. Ja, igen. Lehet, hogy már bocskoriknak süt. Tényleg, Gabi lecsapta a kezemről 2 utcával arra, hogy ott áll a néni egy fehér kukta sapkába, és lángos csinál. Egy lakókocsiba, tudod. Ez mondja neki egy érteni. Ha vagy, lehet, hogy picit puhább is, már nincs neki, elég fogom. Aj, szeretem ezt. Na, milyen hozok nektek majd. És más sütit is tud. Azt én egyelőre nem kértem tőle mást. Tehát egyelőre nem kértem, de megkérdezem, hogy mi a repertoár. Mi van még? Mi van még? Mi a repertoár? Kézenállás, kalicska, pöttök szekér. Ez pepecselős, nem bonyolult a pepecselős. Nem, hát meg. Jó, tudom, 6 perc, tudom. Megpucolod az almát, hát ilyenek. Miért van az, hogy minden szakásnál minden 3 perc? Megpucolod az almát. Már észre se veszed, amikor mondod, így ki belőled. Nem mondtam, hogy 3 perc. Megpucolod az almát, így van. Konkrétan, amire elhatározom, hogy neki kell a pucolni, ez egy 1,5 óra, hogy nézem, vakarom a fejem. Oda megyek, megnézem, mekkora az alma, nem találom a pucolókést, érted? Na, de ezt megpucolod. Akkor a tésztet te megnyilvált. Egy 1,5 óra alatt azért össze tudod állítani, és akkor még a sütési idő. Meg még, amíg pihenteted. Meg még, amíg anyám kínja, nem? Anyád kínja is, azt én nem tudom, hogy miért. Így a drága kedves mamával mi van, de mondjuk egy 1,5 óra alatt azért össze tudsz rakni egy ilyen pitét, és akkor még a sütés van, de azzal meg már nincs dolgod. Ez ilyen egyszerű? Azt leviszem. Igen. 3000. Kérjél te? Te fura. Azt 4 szeletért kér 3000. Lehet, hogy bepalisztak. Nagyon kedvelem. Most tovább fejlesztem ezt a projektet. És most, hölgyeim és uraim,
Folytatódik Magyarország első és egyetlen morning show-ja. A mikrofon mögött az éter nagy ágyúi. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Morning show. Best of Morning Show. A Morning Show legjobb pillanat. A hír arról szól, hogy egy amerikai cég 1381 dolgozójának fejenként 100 ezer dolláros, mint egy 29 millió forintos bónuszt oszt ki év végén. Ez egy magánolaj cég, ezzel megköszönve az elmúlt 5 év kiváló teljesítményét. Hát azért ez ízlelgeső kicsit, mert van benne mit ízlelgetni. Egy beltag és egy kültag, vagy többen vannak? 1381 dolgozójának oszt ki fejenként 100 ezer dollárt, ezzel kezdődött a lead. Tehát így szól egy amerikai cég, 1381 dolgozójának fejenként 100 ezer dollárt oszt ki, ami mintegy 29 millió forint fejenként. Egy magánolajcég. Tehát van pénz. De könnyű azt mondani, hogy van pénz, miért ne tennék meg? Hiszen hány olyan cég van? Ahol van pénz. Ahol van pénz, de nemhogy nem 100 ezer forintos, vagy 100 ezer dolláros utalványt nem kapsz, de ha átfordítjuk forintra, 100 ezer forintos utalványt sem kapsz. Hát ez nem mindig szabad úgy nézni, hogy ahol van pénz, ott könnyű. Mert ez nem jó mentalitás, ez nem jó gondolkodás. Hát hány olyan tényleg magyar cég van, aki ember számban nem veszik karácsonykor az alkalmazottait? 10 ezeret se kapnak. És ugye nem feltétlen azon van a szó, hogy valami nagyon nagy összeget kapjál, hanem hogy érezd a gesztust, hogy valami. Fontos vagy, hogy kaptál valamit, hogy megbecsüli a cég a munkádat, hogy gondolnak rád, és nem csak egy vagy a 100 vagy 1000 közül, hanem te is apró kicsi homokszeme vagy ugyan a cégnek, de a te munkád fontos legalább ugyanolyan fontos, mint a többieké, akik esetleg más pozícióban vagy magasabb beosztásban vannak. Tehát reggel bemész, és egy szelet beigli az asztalodon, vagy egy... De már az is valami. Sztanilba csomagolja. Igen, igen. Én szerintem akár egy üvegpesgő, vagy egy beigli, az is valami, igen. A vezér egyébként saját erőből lett milliárdos, és úgy döntött, hogy ez egy igazán egyedi karácsonyi ajándék, fejenként 100 ezer dollár. Harmadik éve fent vannak egyébként azon munkahelyek között, vagy azon munkahelyek listáján, amikor a top 100-at keresik, hogy melyik a legjobb munkahely. Ja, tehát, hogy ők azért évközben is gondoskodnak a dolgozókról, igen. De most van egy nagyobb bónusz. És a cég válasza egyszerűen annyi volt arra a kérdésre, hogy miért kapnak a dolgozók ekkora ajándékot, hogy ezzel szeretné megköszönni az elmúlt 5 évben nyújtott kiváló teljesítményt, amelynek köszönhetően a vállalat a duplájára nőtt. Ez igen. Ha, tehát 5 éves melónak a vége azért a 30 millió. 1100 embernél 30 milliót kiosztani, az nagyon sok, tehát az nagyon-nagyon sok pénz. Én értem a megbecsülést. Júj, de az te vagy jobb matekból, 1381-100 ezer. Kiszámolhatatlan 3 milliárd. Nem tudom. Érted? Tehát, hogy az akkora összeg, tehát nyilván egy multimilliárdos emberről van szó. Hogy így köszönték meg. De azért nagyon komoly. És akkor gondolom, hogy ezt mindenki megkapja, tehát nem csak az, aki mondjuk az olajkitermelés, hanem aki például a cég irodájának a takarítónője, azt annak is jár. De komoly. Nem hangzik rosszul. Meg az hány millió dollár? Tehát 1381-100? 100 ezer. 100 ezer. Aha. Na? 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 Mondjuk. Na? Tessék, de 100 ezer. Halljunk, mennyi? Na. Ezer. A 130 millió. 130 millió dollár. Így van. Szóval az, amit tudom, 2,90. Ma kamatot emel a Fed, úgyhogy... Igen, lehet, hogy délután. Visszatérünk rá délután. Visszatérünk délután. Ott már, igen, ott már eléri majd, eléri majd az eurót. Szóval, drága hallgatók, na, akkor eljött most a ti időtök. Lehet egy kicsit morgolódni. Ha még idén nem kaptátok meg, akkor írjátok meg nekünk, hogy mi volt tavaly. És elsősorban azon SMS-ekre számítunk, ahol írhatok olyat is, ahol megbecsülnek benneteket, sőt, írhatok kontrasztként azért olyat is, ahol tényleg kaptatok nagy dolgot. Igen. De amikor kiszúrták a szemeteket valamivel, lejárt dolgot kaptatok, 6 évvel ezelőtt még frissnek mondott kompótot, vagy beiglit adott a cégvezető, vagy tényleg valami olyan pofátlan dolgot osztott ki, szúrta ki a szemeteket, hogy nem akartátok elhinni, hogy van az a kategória, aminél még a semmi is jobb, tudjátok. Hogy nem, inkább, amikor inkább igen, ne amikor adjon inkább semmit. Ne adj. Tehát inkább tényleg hajd a felébe, mondasz, hogy boldog karácsonyt és kész. Nem? Igen. Egy szem szaloncukor letéve a dolgozók asztalára, nekem egy ismerősömnél volt. Egy szem szaloncukor. Egy igen. Nagyon nagy, egy ilyen nagy, azt hiszem olyan 50-en voltak körülbelül, könyvelő iroda, de ilyen tényleg nagyon nagy, és reggel bementek, 23-án még mindenki dolgozott, mint a barom, és egy szem szaloncukor le volt téve. Úgyhogy tudták, hogy mivel könyvelők, hogy nagyon jól megy a cég.
Zsebszem szaloncukrot. Hányan voltak? 50-en körül. Hát az legalább az egy doboz. Hagyjál már! Azért az 300 forint. Másfél doboz az 450. Kézműves szaloncukor volt, vagy valamilyen zselés? Zselés. Az acskos nem is papírdobozba árulják, hanem kilóra. Valamelyik hipelbe. Egy szem szaloncukor. Akkor inkább leadjon. Tehát akkor jöjjön mindenkinek egy körimél, köszönjük szépen a melód gyerekek, jövőre találkozunk. Az is egyébként nagyon elegáns. Például a főnöktől képzeld el egy körimél, amiben mondjuk azt írja, hogy köszi mindenkinek mindent. Vesző az egész éves, Lajos, vagy nem tudom mi. Érted? És akkor pirossal. Lajos. Ja, ez most csak félre ment. Lajos, jól értettem? Lajos? Rezső. Mi is nagyon örülünk a karácsony ajándéknak. Jó, ne legyünk paranoiásak. Lajos? Senki semmit nem értsen félre. Nem egy ritka névről beszélünk, ugye? Jól értettem. Lajos, előfordul, hogy másnak is még ez a neve ebben az országban, aki vezetőbeosztásban van, talán esetleg. Lajos. Jó, akkor várjál. Csak jelzem, holnap céges bulinkban. Én szeretem, hogy ennek finoman. Teljesen tudattalanul a tudatalattidból feltört ez a név, és megpróbálsz megágyazni a holnapi céges bulinkban. Jó, megpróbálok ellensúlyozni. Na, tehát akkor köszi mindenkinek, mindent vesz az egész évest Viktor. Igen, most csak akkor, na, itt tegyetek igazságot. Igen, mi minek örülnénk? Hát a holnapi bulinak. Vagy ha Lajos nem csörünk el. Igen, ha Lajos nem hír a fő tízeraknak. Hallottam, hogy szeretnél. Vegye vissza a kis csáó. A kicsi vegye vissza Balázs mellett, mert Lajon, hogy baj lesz. Na, szóval, hogy... Most nem arról van szó, hogy üzenünk vagyunk. Én csak kérdezem, hogy mi most... Ha ti örülnétek. Figyeljétek. De már az is jó, amit kap az ember, nem? A bulit? Hogyha van, ha már a cég azzal gondol rád, hogy van egy buli, kapsz egy kaját, kocintasz, együtt vagy, és egy kicsit, van egy céges buli. Mi lesz kaja? Hát szerintem nem lesz. Lesz. Fasírt a szegyet. Tervozva tehát. Akkor lesz. Nem tudom, mert holnap lesz, ami céges lesz. Biztos, hogy lesz. Csak nekem nem szokott menni. Biztos, hogy lesz. Maratőri. Hát majd te hozol valami, egy trapistát. Ezt kiránt. Becsomagolod celofán, és ott kiránt. Nem. Biztos, hogy kisítik azt neked. Nem. A szerencsém az bolonyai lesz, mert azt tudok én. És már nem kevrik össze. Nem. Szerintem mi most nem paraszkodunk, mert azért ez jó lesz. Szerintem. Mi kéne még, hogy még minek örül, az alkalmazott? Pénznek örül, pénz. Leginkább az a legjobb. De pénz. Ha rendék, adjuk ezt egyébként... a szaloncukrot, szerintem azért a pénz. Igen? Tehát a pénzjutalomnál nem talál be semmi. Mindig jobban. Azt mondják, hogy pénzzel nem lehet motiválni. Én mindig azt mondtam, hogy akkori főnökeimnek, hogy de szerintem lehet, próbáljátok ki. Én azt mondom, hogy próbáld meg. Igen. Tehát, hogy én is ezt mondtam. Próbáld mindig. Meg, hát nézd meg, hát adjunk ennek egy esélyt. Hát most honnan tudod, hogy van? Honnan tudod, hogy mit vált ki belőle, érted? Pénzzel nem lehet motiválni, mondta a tripla nyakú, kifuxolt kopasz, hogyha beszélt a kohibába, persze. Tehát, hogy így, ezek szoktak által mondani, pénzzel nem lehet motiválni. De hogy nem? Hogy ne lehetne? Érted, egy 13. havban azért lehet motiválni. Igen. Karácsonyfával próbáltak bennünket motiválni annak idején. Mindenki kapott egy karifát. Mindenki kapott egy karácsonyfát. Ami azért volt gáz, mert ugye nem tudtad kiválasztani, hanem odahoztak az udvarra 40-et, és akkor ott elkezdett a tömegverekedés kibontakozni, hogy kinek milyen fa kell, mekkora kell, és aztán jött a gond, hogy hogy viszed haza. Úgyhogy annyira nem volt nagy. Aztán egyszer kaptunk a Damban régen utalványt. Emlékszel? Karácsonyfa utalvány, Jill. És akkor azért, az például tök jó volt. Azt szerintem aranyos volt. Karácsonyfa utalvány? Igen, elmehettél egy céghez, és kiválaszthattad, hogy milyen karácsonyfa. Ja, az akkori darabíz tulajának a fenyőfát árul a cég. Azt nem tudom, hogy volt ilyen összefüggés. Ott vagyok, egy utalványt vásárolja le nálunk. Csak is itt lehet átváltani. Igen, hát ez egy érdekes dolog, ez a karácsonyi ajándékozás. Nem. Jó, ezt mondjuk, ezt a változatot azért mi is ismerjük, hát hogy volt ott, hogy az egyik műsorgyártó cégnek a tulajdonosa adott a dolgozóknak, meg az alkalmazottaknak ajándékot. És ezt az ajándékot tényleg le lehetett vásárolni a közeli bevásárlóközpontban az ő üzleteiben. Ez nagyon szimpatikus, nagyon aranyos, hogy hát egyik zsebéből áttette a másikba gyakorlatilag. De szerintem menő. Jó, de mit tudtál venni? Igen. De ha nem vásároltad le, már 31 megbüntették és levonták a fizetést. Tehát ott volt apró betűs része, és kötelező levásárlás. Igen, hogy bevásárolhat. Tényleg. Kötelező levásárlás volt, igen. Na, drága hallgatók, lehet egy kicsit panaszkodni, jó? Ami nektek az elmúlt évekből tényleg rosszul esett, és olyat írjatok, amikor nem hittetek a szemeteknek, és azt mondtátok, hogy te jó atya úristen. Hát, hogy komolyan tényleg ezt érdemlem. Vagy azért, mert akkora dolgot kaptatok, vagy azért, mert hát... Annyira semmi, de én azt hiszem, inkább az utóbbi lesz. Nem? Sajnos. Inkább az utóbbi lesz. Magyar valóságot ismerve.
Igen, egy kimásolt oldal, mondjuk a 100 leggazdagabb embert, és bekarikázva a főnöknek. Köszönjük szépen a főnököt, a 83-ról átlépett a 22-re. Még 40 milliárdot keresett. Ez az a ti érdemetek. Úgyhogy mindenkinek egy Forbes magazin. Így van, legyünk együtt büszkék. Legyünk együtt büszkék, lapozgassátok, és merítsetek belőle erőt. A 43. oldalon találjátok a 100 leggazdagabban a főnökötöket. Január közepén nem vagyok. A céges karácsonyi vacsorán a főnökünk élménybeszámolót tartott a nepáli nyaralásáról. Na. Melyet projektoron kivetített fényképekkel illusztrált. Ezzel köszönte meg a munkánkat, értitek? Tehát, hogy értjük, a Sana, szóval ő a paré. Szóval, hogy én azt gondolom, hogy ő a paré. Igen, odaérte az illető nevét, ha lehet a nevet, nem mondjátok. Nem mondjuk. Nem közvetlen vele, de cégcsoportomból dolgozom. Nézzék meg! Nepál. Innen egyenesen mentünk helikopterrel. Nem, vittek minket. Vittek minket egy helikopteres túrára, megnéztük az Everestet. Innen egy picit átrepültünk Lhászába, megnéztük Tibetet, majd tovább indultunk a Kailász-hegy felé. Igen. És a végén egy indiai raftinggal. Így van. A Sikkim tartományjal és Punjab tartományjal zártuk a 3 hetes körutazást. Megcsinálnád ezt egyébként? Hát, ugye? Hogy azért ehhez kell egyfajta? Hmm. Igen, intelligencia hiány. De ebből látszik, hogy ez egy spirituális beállítottságú ember. Abszolút. Igen. Köszönöm a sok munkát. Nagyon sokat keresett a cég. Nepálba mentem. Megkeresem a megvilágosodást. Nagyon sokat gondoltam rátok. Nagyon sokat. De tényleg. A mi cégünknél áfa számlát kell vinni a karácsonyi bónuszról, mi kerek 10 000 forint, hogy ezután az áfát még vissza tudják igényelni. Most agyalhat az ember, hogy mi olyat vegye magának, amit a cég le tud írni. Előző cégnél borítékot kaptunk ajándékba, természetesen nem számítottam semmi jóra. Első karácsonyos kollégin a nagy boldogan nyitott, a bónusz remélt kaparós sorsjegy volt benne. Hozzá egy pár kiló szaloncukor és egy recept egy forralt borról. Aha. Hm. Erre mondom azt, hogy ha nem adnak semmit, az is jobb lenne, írja egy hallgató. Kellemes ünnepeket. Hát ennél csak jobb egy kitöltetlen lottószelvény lenne, és odaírva mellé, hogy ebből még bármi lehet, pont. Éveken át borítékban pénzt kaptunk, 10 000 forint. Idén nem nyert kártya volt a borítékban. Vettük a poént, de kiderült, hogy ez nem vicc, pedig tényleg megy a cég, tavaly 164 de millió volt a bevétel. Ez konkrétan ez megalázó, tehát ez nem vicces. Dolgoztam önkormányzatnál, figyeljetek, az egyik év végén kaptunk egy hólapátot, meg egy vesszőseprűt, hozzá a szöveg, hóesésben, ha jövünk dolgozni reggel, akkor meg tudjuk takarítani a közterületet. Gratulálok. Azt mondja, hogy 7 éve vagyok egy cégnél, de még soha semmit nem kaptunk karácsonyra, még egy SMS-re, hogy köszönjük a munkánkat. De sírni minden év novemberétől elkezdenek, hogy nagyon rossz év volt, éppen hogy nullással ki tud jönni a cég, holott az előző években is milliárdos tiszta nyereséggel zártak. Sanyika írta nekünk. 2000-ben kaptunk a vezérkartól egy 2000-es számgyertyát és telefonos köszöntés Olaszországból, mert hogy sieltek. Ő úgy írta, hogy sieltek a köcsögök, de én ezt nem akartam elolvasni. Igen. 6-an voltunk, vendéglátásban dolgoztunk. Képzeld el, hogyha kapsz egy ilyet. A gyertyát hazafelé a kocsiból. Hello big. Tehát ő kivágta a gyertyát, igen. Hogy átjön egy telefonos kapcsolás, hogy a főnökik ott van, és Olaszországban. Üdvözlet az olasz Tirolban. Látod, hogy annyira megsieli a lejtőtéppen. És ráadásul ilyen Skype-os kapcsolatot. Színé tudod, hogy lásd, hogy hol vagyunk. Igen. A főnökünk lefényképeztette magát a cég táblánál, ezt borítékolta, és mindenki kapott egy példányt, sajnos pénz nem volt mellette. Hm? Mosolyogjon, főnök! Én cégem! Kész, most repül a kismadár, és utána ezt megkapja minden alkalmazott. Atya úristen! És hogy ők tényleg cégvezetők. Tehát az érzelmi intelligencia, hogy azért az valójában mennyire jelzik, hogy lehet, hogy azon a szakterület egyébként baromi sikeresek és megoldják, de hogy azért emellé nem társult némi érzelmi intelligencia, hogy nem adod magad oda a cégtáblán mindenkinek. Mire számítasz? Otthon kirakod? Igen. Tehát bekereteszteted, hazamész, és az anyád, az apád és a tesód képe mellé lerakod a cégvezető cégtáblával? Igen, hogy milyen jó a főnök. Milyen jó a főnök. Hiszen egész évben kaptunk. Mit gondol? Vagy mit csinál vele? Apád és a tesód képét hátrébb tolod egy picit a második sorba, és az első sorba berakod a főnökét. Anyád. Azt mondja, párom külföldről hazatért főnökétől egy tábla lejárathoz közeli törött táblás torta bevonót kapott. Hát, hogy törötte, érted, úgyis felolvasztod a torta bevonót. Hát nem. Tökéletesen igazad van. Hát minek? Most...
Érted. Most volt a karácsonyi céges bulin, jeleztem a főnökségnek, hogy ételallergiás vagyok, úgyhogy én nem kaptam semmit vacsorára, vihettem magamnak, de ez nem volt baj. Sokkal keményebb volt, hogy aki nem jelent meg a bulin, levonták az árat a fizujából. Igen, hát figyelj, ki volt fizetve. Konyha felszerelési cégnél dolgoztam, karri előtt a főnök szólt, hogy válaszunk egy darab terméket, amit szeretnénk. Mikor megvoltunk, közölte, hogy ezeket megvehetjük beszerzési áron. A legjobb. Elhiszed, jó, nagyon nagy. Elhiszed. Céges bulinkon a kaja az aznapi menü volt az étteremből. Ajándékként pedig 10 darab fadíszt választhattunk. És egy képkeretet. Hát ez is kemény. Pro és kontra. Mobilos cégnél voltam értékesítő. Pár éve, amikor újdonság volt az almás telefon 5-ös szériája, az egyik fuvarozó cég a partnereknek azt adott karira. Mi ugyanebben az évben a főnöktől csokiból kaptuk ugyanezt a telót, de legalább elment érte Bécsig. Na. Így egy hallgatunk. Csoki iPhone-t kapta? Igen. Mi egy USB telótöltőt kaptunk karácsonyra, most ment legjobban a cégnek idén. A karácsonyi partin a kaját mikroszkóppal lehetett megtalálni, olyan pici adagok voltak, puszi. Azt mondja, hogy Nyíregyházi kórház évvégi jutalom a dolgozóknak 2x4 darab spáros 20%-os kupon, amit egyébként boldog-boldogtalannak dobálnak a postaládába. Azért ez is kemény. Nagyon kemény SMS-ek vannak. Igen. Az idei karácsonyi ajándék volt a legszebb, egy fotó arról, hogy a főnökeim nyaralnak, és alá volt írva, hogy boldog karácsony mindenkinek. Hogy nincs senki, aki szóljon ennek az embernek, hogy főnök, ezt ne. Fél, lehet, hogy nem is érteni. Nem érteni. Hát, ha érteni, nem küldeni. Hogy megosztom az én boldogságomat a dolgozóimmal. Van egy hallgatónk, az halló. Sikerem, a ti sikeretek is. Csaba, na te mit kaptál? Hát majdnem olyasmit, mint amit az előbb említettek, ez a lefotózva főnök, csak itt nem lefotózva volt, hanem leírva. Konkrétan arról szól a történet, hogy egy 90-es évek elejéről beszélünk, tudni kell, hogy akkor egy Magyarország egyik meghatározó nagy vállalkozója, aki egyébként mellesleg országgyűlési képviselő is volt. Na most a teljes cégvezetést meghívta, nézzék így vacsorára, a székhely városába egy ilyen nagyon exkluzív helyre, egy szállodába, tehát egy nagyon komoly vacsora volt, és mellé egy nagy megkötött könyvet kaptunk, hát nagyon szépen be volt kötve, gyönyörű piros posztóba, szóval egy nagyon komoly valaminek tűnt, gondoltuk, hogy biztos benne még van azért valami boríték, vagy ilyesmi. Hát amikor kinyitottuk, az elég sokan meglepődtünk, és így egymásra néztünk, ugyanis a országgyűlési felszólalásai voltak kinyomtatva egy tekintben. De komoly. A nagy ember, atya Isten. Tudni kell, hogy abban az évben a forgalmát konkrétan egy nagy rendel növeltük akkor így a kereskedelmi vonalon. Úgyhogy úgy eléggé ledöbbentünk, hogy hát ennyi az ajándék. Hát egy olvasgassátok, hát tanuljatok belőle. Hát nem, én megmondom őszintén, én mindig ilyen pasi voltam, hogy én szerettem az ilyen magas labdákat leütni, úgyhogy én oda is mentem, azért megkérdeztem, hogy elég elolvasni, vagy meg is kell tanulni. Így rám nézve, mondtam, hogy de egyébként, ha ennyire rosszul ment a cég, és esetleg a családnak már nem jut a karácsonyfa alá, akkor én a ezévi jutalmamat, amit biztos majd valamikor megkapnék, azt felajánlom erre a célra, és akkor így el is váltunk egymástól. Atya Isten, hát szemtelen. Igen. A parlamenti felszólalása. Olvassuk. Nagyon jó, mellettem belőle. Tanuljátok belőle. Van benne meló. Egyébként ez annyira nem egyedi, a feleségem a testvére, aki szalag mellett dolgozik három műszakban, a csajok, azok karácsonyra egy tollat kaptak. Ez a nefes, igen, az, hogy nagyon kell. Tehát az nagyon-nagyon kell. Tehát pont minden íróasztalom a 35 darab, hanem egy tolmániás, hogy legyen az öltönyöd belső zsebében, de az nagyon kell. Egy toll, mindig jó, ha van az embernél egy új toll. Az nagyon fontos. Köszi, hogy elmondtad, ciao. Kellemes ünnepeket. Hello. Én több mint 10 évet dolgoztam Mekiben, éveken keresztül a megmaradt kólás üveg poharakat kaptuk. Nagyon szép ajándék. Annyi poharam van, hogy kocsmát nyithatnék, pedig még a rokonoknak is adtam. Atya úristen. Azt mondja, hogy minden évben egy darab irattartó mappát kapunk. Darabja körülbelül 10 forint. De azzal forgalmazzátok? Tehát van belőle sok? Hát, vagy tudja, vagy egyszerűen csak, hogy tud az adataidat, papírjaidat hol tárolni. Hát lehet, hogy szeretik, igen. Azt mondja, az egyik évben olyan visszahívott illatgyártyát kaptunk, aminek mérgező volt a füstje. Egy multi cég volt az ajándékozó. Az illatgyertyát azóta visszahívta. Úristen, jól menő nyomda, a gyerekeknek háztartási kekszet csomagolt be egyenként céges papírba. Egy darab kekszet? Igen. Igen.
Kis KKV-nál dolgoztam, az akkori főnök az évek óta a polcon porosodó díszgyertyákat csomagolt be karácsonyra. Konzervgyárban kiválogattattak velünk a raktárban a lejárt konzerveket, ezt osztották ki a karácsonykor a dolgozóknak. És még te válogattad. Szóval... Tehát az milyen, hogy tudtad, hogy tegnap előtt kiválogattad? Töltőállomáson dolgozom, 345 gram szaloncukrot kaptam. Egy doboz szaloncukor. Egyszer kaptam egy lejárt olasz kuglófot. Most évek óta savanykás bort kapok. Gábor, nagyon szeretjük az esemesetet, hát igen, kitartás. Nem kávézom, a főnököm tudja, hisz mindig invitál egy kávéra, ha ő iszik, mindig mondom neki, hogy nem kávézom, erre az ajándékom két csomag kávé. Balázs, Feri és Jani most pihen. Ha a téma ismerős, olyan, mintha már hallottad volna, az nem a véletlen műve. Ez itt a Best of Morning Show. Rizs vagy tészta? Rizs vagy tészta? Ez most... Érdekesen hangzik ez a kérdés. Most lesz egy fókusz műsorvezető. Rizs vagy tészta? Talán önök is feltették már feleségüknek ezt a kérdést otthon. Tényleg így van. Hát látom a göncit, mondd még egyszer. Rizs vagy tészta? Talán önök is feltették már maguknak ezt a kérdést otthon. Segítünk a válaszban. A következő riportunkban a fókusz bemutatja. Hogy mi történik abban az esetben, amikor egy ilyen kritikus kérdés elfajul egy idős kínai házaspárnál. Tartsanak velünk a következő 20 percben. Osztobányi Andor riportja. Ja nem, az hülye vagyok, az a vastag Csabi menedzser. Ja. Kihozász András riport. Ja, ő sem. Na, ugyanis egy érdekes dolog történt egy kínai házaspárral, és ez remek kis kiindulója a mi téma felvezetésünknek, ugyanis ők összevesztek azon, hogy rizst egyenek, vagy tésztát egyenek, és nem tudtak megegyezni. De hát ez minden házasságban előfordul, hogy valami éppen összekapnak. Igen ám, csak hogy a vita annyira elfajult, hogy a nő mérgében ki akart ugrani az ablakon. Tehát azt mondta, hogy ha és amennyiben nem az lesz, amit ő szeretne, akkor először összeverekedik a férjével, ami meg is történt, összeverekedett az idős házaspár. Utána viszont hát azt mondta a nő, hogy jó, elég, ha az asszony nem kapja meg a tésztát, akkor kiugrik az ablakon, és elkezdett kimászni az ablakon, mert úgy nézett ki a dolog, hogy a férje fölényben van, és inkább rizs lesz vacsorára, és nem tészta. Hát kihívták a tűzoltókat, aztán a tűzoltók lebeszélték a nőt, hogy ugorjon. Hát nekik se történt túl sok minden az életükben. Hát szerintem már túl sok minden történt. Szerintem nem, tehát hogy ennyi év után, amikor ilyen sokat együtt élsz valakivel, akkor ez már csak... Már ez is elég. Szerintem ez egy kis varázs volt, egy gyutacs. Hideg tea vagy meleg tea, tészta vagy rizs. Az életük, tehát az életüknek nekik egyébként már baj volt, a kettes az együttéléssel, és akkor jött ez a kardinális kérdés, hogy rizs. Kanállal vagy illával. De ugye tényleg minden háztartásban van ilyen, amikor vagy pattanásig feszülnek az idegek, vagy a férj egy kicsit fáradtabb, és nem úgy reagál arra, amit a feleség mond. Vagy a gyerekek már mindenki agyára mentek, és a két felnőtt egymáson éli ki azt, hogy mondjuk keveset alszanak. És teljesen hétköznapi banális dolgokon tudnak úgy összeveszni, hogy abból óriási vita lesz. Ez a mit nézzünk a tévében, kinél legyen a távirányító, kinek a párnáján fekszünk éppen, miért nem oltod már le a villanyt, amikor aludnék, ugye? Tehát mindenhol megvannak ezek a kis neuralgikus pontok, amiből aztán óriási veszekedés lehet. És ez a rizs vagy tészta nagyon jól mutatja ezt, hogy néha teljesen apróságokon tudsz úgy összeveszni a pároddal, hogy szinte már te sem érted, hogy jutottatok idáig. Valami egészen hülye, egészen banális dolog miatt. Mosogató szivacs. Hát ez nálunk, nagyon jól ráéreztél. Ez nálunk, igen. Nálatok mi? Hogy én benne hagyom a mosogatóba a szivacsot. Tökéletes. Hát ott a helye. Tökéletes. Béka. Ott van annak a helye, mert mondod. Mosogatunk vele, érted? De az ott van, Viki, annak ott van a helye. Ne, nagyon szépen Viktória, kérem, fáradjon a mikrofonhoz. Nagyon szépen. Ritkán halljuk. Igen. Kinyomkodod, és utána beteszed, mert a most... Gyere, édesem. Miért kell mellé tenni? De miért teszem mellé? Miért fáj, azt oda tenni? De miért neked, miért fáj, hogy benne van, Viki? Egy mozdulat. De ne, ugyanúgy egy mozdulat benne, hogy hiszen amikor... Miért érzem azt, hogy Vikinek meglehetősen komoly rutinja van ebben a beszélgetésben, ebben ennek a témakörnek a kifejtésében. Tudod miért? Mert annak ott van a helye. Bent. Aha. Ugyanis mi történik? Elmosogatsz vele. Figyelj, igen. Elmosogatsz vele, és utána ugye abból folyik a víz, csurog a víz, és azt benne hagyod, nem akarod kirakni. De hiába. Kinyomod belőle a vizet, és a szélére rakod. Van benne egyébként mindig is a legtöbb mosogatótálca úgy van kialakítva, hogy biztos nektek is feltűnt, hogy vannak rajta olyan helyek, amik szinte mintha arra lettek volna kitalálva, hogy oda rakd, de mindenféle súrolóeszközeket, vagy mosogatószereket. Én megörülök, és én szeretem benne, hogy nálunk van egy ilyen kis,
netszívó rony, tudod, ez a kocka alakú, nagyon jó, mindent felszív. Tehát a gyerek bárhova piskótázik, eszik, iszik, oda mész. Egyet, törösz végre. Beadobunk mosogatóba. A kélyes élményt okoz, hogy nem kell ott szárítani ezt a csapon, vagy a konyha szekrényen, hanem hát bedobom. Nálunk ebből ilyen negyedórás, vérre menő, egy kéz a tarkó mögött, a másik kézben egy kardos. Miből állnál? De most vívunk a nagyszobába, és miből állnak kinyomni azt a szivacsot, és a szélére rakni a mosogatónak, hogy ne kelljen keresgélni annak, aki valószínűleg többet mosogat, mint bárki más. Keresgélni? A családban, a feleségednek, vagy nekem. De nem, nálunk nem mosogat a feleségem, belenyúlsz a mosogatóba, és ott van. Igen. És az én is mindig megtalálom, mert tudom, hogy hova tettem. A mosogatón edények alatt keresgél. A szivacsot. De nincs alatta, ott van mellette is az, hogy a net szívó rongyot egyesek kiterítik a csapra. Hát az hogy néz ki? Na hát amitől behányok, hát amikor a csapon van, és foltos lesz a csap tőle. Na, tehát föltörölte a gyerek után a piskót, tehát kicsavarod, és fölteríted a csap telepre magára, és az ott lóg. De ne legyél olyan, mint egy vénasszony, aki morog a háttérben. Hát akkor gyere ide, mondd el! És nem jön ide. Ne, hát ott messze nagy a szád, mi? Igen, mert tudjuk. Mert szerény és kultúrás. Nagy a szád csak. Mert érzed, hogy most megfogtunk. Nem fogtatok. De megfogtunk, de pontosan. De erre már nincs érved, érted? Semmi, visszavonult. Abszolút. Megvan, abszolút. Feri, kész, megvan. Visszavonult. Ott fut. Nem. Majd fölhivatlak a BK-val, és akkor beszélgessetek, mert ő az pont ugyanez. Azt szépen kinyomkodod, és oda teszed mellé, ez ne fájjon. De kell ne fájjon, kinyomkodod, lenni. És ne, ott van. Én otthon ne. Ezt hallom, az ne fájjon. Otthon vagyok. Én most otthon vagyok. Nem, nekem nem fáj, neked fáj, érted? Az van, Feri, hogy te nem beleteszed egyébként a mosogatóba, hanem te csak beleejted. Egyszerűen csak beledobod. Tehát abban semmiféle tudatosság nincsen, hogy te oda beleejted. Inkább szeretlek, édesem, szeretlek. Engem ne keverj bele. Inkább örülnél, úgy lesz minden, ahogy te akarod. Utána mindent ráöntök. Nem, ez itt a legnagyobb probléma, hogy utána, amikor meg kell, amikor szükséged lenne a mosogató szivacsra, akkor fel kell turrod az egész mosogatót, mert tele van mosatlannal. Nem kell, föl a mosatlannok mellett benyúlsz, kiveszed egyet facsapot. Ismerem ezt a típust. Menjünk tovább ezen, vagy lépjünk ezen tovább. Csak Anna is velem van, csak most múlva. Mondjad, szerelmem. Az Anna is velem. Így van, drágám. Mindenben igazad van. Én utána 12 órát együtt vagyok vele. Így van. Jönnek az ünnepek, azért 7-ig most együtt lesznek. Éjjel napban. 200. Hogy bennék ellent mondani? Ki csinál otthon? Szóval, igen, na, hát ez is nagyon jó. Hallgass, mi? Mondd el, amit te is gondolsz. És én ezen a nővel élek együtt. Akkor megyek tovább. Kiküldött? Viki, de nem küldött magamtól. Én vele vagyok. Mernél te mással lenni? Na mondom a következőt, Viki, legyél most vajszint. Lépjünk át, igen, valami más. Nagyon jó. Van a szennyes tartó. Már kiválogattad belőle a zöldeket. Egy kupacban van. Hazaérek én, levetkőzöm, mert szennyes lett a ruhám, és oda megy a zöldekre egy fekete alsógatya, vagy egy zokni. Akkor? Költözünk össze, Feri. Akkor mi van? Tudod, miért vagyok leszúrva? Fáj, hogy hajolj. Ha nem, mert van egy szennyes tartó fürdő. Micsoda? Mond? Fáj, hogy hajolsz. Úristen, otthon érzem magam, ne csináljátok, otthon ugye? Vagyok. Majdnem Jézus, olyan. Miért? Azt hittem, a rádióban most vagyok, de nem, otthon vagyok. Nem kell hajolni, de hát szennyes, ott a helye. De ha szét kell válogatni, neked miért? Jézusom, én még álmodom. Ez otthon történik, Zsűl, este velem. Igen, Zsűl, csíp meg. Ha van gyerek síros effektünk, told már be. Atya Isten. De most annak. Költözünk össze, Feri. Te is? Hát de meddig tart? Hát tényleg, hogy... Mibe, de leteszem hát oda, hát közben az ember megy. De Feri, hogyha leesik a tantusz, hogy szét van válogatok, akkor miért dobod rá? Igazad van, Jani. Mert ott a többi mellette, érted? Csak az most zöld. Neked ez jól esik. Mintha otthon lennék, hallod? Várjál, ezt mi direkt ellenet csináljuk? Ellenetek csináljuk? Nem, most jövök rá. Most jövök rá. Hogy mire? Szeretlek, édesem. Csodálatos asszony. Csodálatos asszony. Ő a feleség. Próbálnátok ti vele élni 12 órát. Nem egy új évet, egy nap. Könyörtelem. Sajnos már elkelt akkor, amikor én házasodtam. És látod, és nézed, hogy ott van. Aha. Tehát ez szerinted mi ezt direkt csináljuk, teljesen ugye? Miatt a ellenetek. Mondom, már paranoiás is. Igen. Figyeljetek ide. Hát erről beszélek én, ugye? Így van.
Tudod, miért vagyok otthon még leszúrva? Mert úgy van, hogy... Már jön vissza. Nem semmi baj, drágám. Minden rendben van. Minden úgy, ahogy te csinál. Hogy nálunk is úgy van, hogy van a szennyes tartó, de közben van egy ilyen kis szekrény, ahova bedobáljuk. És a szekrény felső szintje az enyém. Direkt vagy pedig csak te dobálod. A szekrény felső része a felnőttek és a gyerekek. És én néha, amikor lent, ugye emeletes házon vagyunk, és nem a fönt öltözöm át, vagy vetközöm le, hanem lent bedobom a mosó szekrénybe. És jön, nézd, és jön, itt van. Mit csinálok, drágám, rosszul? Elnézést kérek, bocsánat. Lent hagynom a drágot. Igen. A szoba közepén. Igen. Az nem lent öltözni. Hát de között. Hát hol? Hát lent volt. Lent vette le a nadrágát, mert... De várjál, és véletlen az alsógatyámat rádobom a gyerek zokniára egy nap. Egy de napig, mi összealsunk atyázzal? Egy hétig nézheted a durcás hátát. Sose fogom megérteni a nőket. Hát miért olyan nagy dolog? Hát a gyereknek ott van az oknia, meg az alsógatyája. Arra rádom, egyébként naponta veszek tiszta boxeralsót. A gyerek nem kap el semmit, figyelj, ott kész, mészárlás van. Összegatyázza a izé. Összeboxeralsózom a gyerek zokniát. A rugdalózó. Tudod, hogy nekünk fontos, hogy így mosunk, hogy gyerek cuccok, felnőtt, világ, sötét, akkor mi nem lehet a tartani? Ez miért fáj? De nekünk nem fáj, nektek érted fáj. Érted már, hogy milyen kemény asszony? De nem nekünk, én megértem. Most picit így ellen. Legyél velem! Ez az szerelem veled, tudják meg, mi a magyarok istenek. Ki mit szakít, azt szagol. Na, drága, nekem azért megvan a sajátom. Nálatok is, mindenkinél persze, van, gyerekek. Persze. Ne hazudjunk, ilyen, mindenkinél van. Csak az a baj, van. Hogy nálunk egy picit felcserélődtek a szerepek. Tehát, hogy én meg azt kérdem. Ennél jobban, mint nálunk. Otthon én hordom a szoknyán. Tehát, amikor nézem, hogy megszaporodtak a holmik a szekrényembe, úgy, hogy igazából nekem nem vettünk semmit már viszonylag régóta. Tehát ezt tudjátok, én nagyon tudatosan vásárolok ruhadarabokat. És akkor elkezdem nézegetni, hogy na, ez a virágpólója, ez Móni pulóvere. Mi a büdös francot keresnek az én szekrényembe, az én részemet? Hogy nem férek el a saját szekrény részemben, a saját kis cuccaim, mert hogy állandóan be vannak hajtogatva az ő holmiaik az enyémek közé. Miért? Miért? Jön? Egy főmártírok vagytok, mindannyian. Hallod? Te is főmárti vagy. Aha. Nagy mutass ember, ne jelent. Gratulálok még egyszer. Ugye? Így. Így csak a szerencsések választanak. Egy bizonyám. Ha még tombolán nyerted volna, azt mondanám, hogy elenyúltál, de hát... Balázs, nem az asszony kemény, te vagy csicska. Na. Ugye? Ez az igazság. Menj ki, csókold meg. Megyek, szerelmem, hozom a kávédat. Fiúk, az anyáknak mindig igaza van, mert a gyerek és a család csak akkor boldog, ha anya boldog. Ez abszolút. Így van. Párom zuhanyzás után a vizes törölköző kendőt mindig a megvetett ágyon hagyja, és nedves lesz a takaró. Nagyon idegesítő, írja Gabi. Szóltál már érte? Vagy... Ez nálunk is egy másik érzékeny pont. Aha. De okay. Gondolom, hogy nem a Viki adja ott, ugye jól érzem? Nem, de látod, ez is olyan, hogy vagy félig tele van a pohár, vagy félig üres. Ugye Noelt kiveszem a fürdővízből, törölköző csavarkrás, beviszem a hálószobába, leteszem, megtörlöm, fölöltöztetem, bepelenkázom, kisjáró, zokni, mindent föladok rá. Játszol vele, Gyuri. Játszom vele, majd felemelem, és leviszem ugye vacsorázni. De hát a törölköző az ott marad, és egy ilyen bruttó másfél liter víz, ugye, hát azt úgy szépen átszívja néha az ágytakaró, mert hogy nekünk még ágytakaró is van, tehát rohadtul nem lesz, jó, és az ágynemű. Na már látom, a keresztbe ezért kéne jön le a lépcsőn venni. Na de hát a gyerekével van, érted? A gyerekkel foglalkozik, leveszi az anyja válláról a terhet, a tényleg az a rohadt. Mi foglalkozunk a gyerekkel? Igen, főnök. A gyerek között vissza tudjuk tinni a helyét. Aha. Hallod? Na? Így van, édesem. Abszolút édesem. És na? Ma este azonnal visszaviszem, édesem. De miért nem azt nézed, hogy fürdettem a gyereket? Ez az. Igen, hogy egy érted, hogy játszok. Kiveszem a kádból, hogy rám bízhatod, hogy megfürdettem. Mert neked csak alibi a gyerek, valójában a török között akarod ott hagyja. Érted? Hát hol köt bele egy férfi? Engem nem érdekel, hogy ott marad a törölköző, vagy nem marad ott, ha ő fürd. Tedd a te részedre a vizes törölközőt, és feküdj bele. Ez már a maximális paranoia, hogy azt hiszi, hogy direkt oda teszem a törölközőt az ő részére. Jó, hát mondjuk, leteszem a gyereket az ágyra, mit csinálják, az ő része közelebb van a fürdőszobához, nem? Mondjuk ilyenkor csak annyit kellene csinálnod, Viki, hogy egyszerűen megfordítani a takarót, hogy az ő része legyen a nedves. És akkor nem majd lesz nedves, hát van takarójuk, a takaró fölött van egy takaró, egy ágytakaró, hát nem lesz nedves. Túl vagyunk biztosítva, senkinek semmi baja nem lesz, csak a női lélek egyszerűen ilyen. Senki nem sérült meg. Igen, mindenki őrizze meg nyugalmát. Nem értem, hogy ha kimosok pár ruhát, ami SOS kell, és kitereget úgy, hogy előtte nem szedtem le a már megszáradt ruhát, akkor ez miért tragédia? Mindkettő ugyanúgy ruha, nem bántják egymást. Szerinte nem így van. Tehát, hogy le kell szedni előtte a szárazat, mielőtt ugye kiteríted, vagy kiteregetsz. És pedig van még rajta hely. Hát, miért ne férne fel?
Igen. Párom abban elfáradt, hogy egy 3/4 órában megmutattam neki a karácsonyi ajándéklistát, míg az összeset én szereztem be, azt hittem megfojtom. Szilvi küldte nekünk. Barátnő megtanított, hogyan vegyem le az oknimat, régebben általában csak lerántottam a lábamról, és nem fordítottam ki. Ez fél órás vitába torkolt, mostanában megoldja úgy, hogy kidobja a lakásból az utcára az oknikat, de ha jó. Nem veszem le időben. Nekem ez tetszik. Megvan ez ellened a fegyver, csak ez... mondom, mert láttam csillogni a szemet az üvegajtó vagy az üveg mögött. Most mi rosszat mondtam? Az okni, nem, hogy ez lesz nálatok is repül ki, ami nem úgy van a szennyesbe. Ezt akartam egyébként kérdezni, hogy az okni probléma, hogy ha kifordítva kerül be a szennyesbe, az dráma, ugye? Azt hiszem nem szeret a feleséged. Téged? Hát micsoda? Most 3 napig háttal alszik nekem. Hallod, milyen magányos leszek este? De nem baj, az adás jó volt, én erre gondolok. Legalább csináltunk egy jó adást. Az hallgatók nevettek, mindent értetek. És meg drágám, csak az adás miatt kellett. Nevessetek csak a nyomorunkon. Gondoljatok rám este 10-kor, milyen magányos vagyok az ágyamban, ahogy fekszem. A kis paplanommal, a kis párnámmal. Senki nem szól hozzám, büntébe vagyok. Erre gondoljatok. Majd. Így van. És majd az SMS mennyiséggel fogod végigasztalni magad. Nem baj, a hallgatók élvezték, és ez a lényeg. Hát igen, szóval, hogy na, azért ebből az SMS áradatból kiderült, hogy sok baj van sok helyen. És most folytatódik a show, amelyre az ország ébred. A mikrofon mögött az éter nagy ágyúi, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez itt a Morning Show. Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Itt a Klassz FM-en. Ez itt a Best of Morning Show. Hozzánk megérkezett vendégünk. Jó reggelt kívánunk, megjött hozzánk Fa Nándor. Hello, jó reggelt. Jó reggelt. Jó, hogy nem mozog. Ó, már rég nem mozog. Már rég nem mozog. Fél napig mozgott, akkor minden, és nagyon, és furcsa volt, de aztán megállt, és kezdtem magam attól furcsán érezni, hogy áll. De hozzászoktam. Ha mondjuk utasként valamelyikünk elment volna veled, utasként ez végigcsinálható? Ha lekötsz a kabinba, és azt mondod, nem jöhetsz ki, nem mozdulhatsz meg, üljél ott lent 110 napig. Az egy dolog, hogy összecsinálnád magad gyorsan a körülmények. Köszönöm, hogy ilyen jól ismersz, és ilyen összetett. Itt a hozzászokásról van szó, és azért nem megy az olyan gyorsan. De mindenképpen kell az, hogy aklimatizálódjon az ember hosszan és sokat, és nem lehet csak a déli vizekre úgy lemenni, hogy oda megyek és jó napot. Ez olyan, hogy nem lehet 7000-től megmászni az Everestet, hanem föl kell menni és aklimatizálódni kell. Itt hosszan kell ahhoz haladni, hogy az ember egyszer csak majd ott azokat a nagy robogásokat, a nagy hideget, nagy hullámzást egyrészt meg tudja vitorlázni, másrészt agyilag, szellemileg kibírja. Ez terhelő. De mi nem dolgozni mentünk nem volna. Hát, csak nem, ott ez szépen ez a kajüt aljában. Nagyon téves az, hogy az utasnak élvezetesebb. Nincs olyan szituáció, hogy esetleg ez nem félre bele, hogy akkor Balázs mondaná, hogy Nándi, akkor én most egy kicsit előre megyek, jó? És visszam a napolajomat, meg a kis törölközel, és kicsit napozok, nem mond? Jó, oké, megvagytok, jó? Oda előre én is csak beöltözve megyek, és kiveri a szememet a víz. De hát próbáljuk ki. Na, jövőre. Próbáljuk ki, lesz még alkalom. A kis kétszemélyes kis gumicsórakomat rátkötök, és akkor ott megyek utánatok. Húztok, botélot, elültögélek, és megyek utánatok. Hát kipróbáljuk ott Barcelona előtt, és ha még mindig kedved lesz, mehetünk tovább. Megjelen a Balázsot a kis izével, gurulós kis bőröngyével. Igen, a kis kézipodgyászommal. Megjöttem, itt vagyok. Halsítővasat, hova tudom dugni? Na, polaj ez az, igen. Na, hát azért azt lehet tudni, nyilván humorizálunk, de hogy egy ilyen 110 napos földkerülő vitorlás verseny azért az nem egy leányálom. A nehézségek már az elején voltak. A társad, egy magyar fiú, ő lemondta, nem? És kellett valakit pár nap alatt találnod, hát akivel neki tudsz vágni? Hát azt mondta, hogy egy nála tapasztalatomnak átadja a helyét. Aha, tehát hogy pontosan mi volt az ő agyában, én azt nem tudom megítélni, ez hangzott el, de az utolsó pillanatban, vagy az utolsó utáni pillanatban nekem elég nehéz volt, akkor hirtelen leakasztanom valakit itt. 5 hónapról beszélünk, és valaki 5 hónapig azt mondja, hogy na, jövök. Ez nagyon ritka. És meg gondolom, nem arról van, hogy veszel egy expresszt, és megnézed, hogy ki az, aki volt nekem egy mondjuk egy 6 fős listám. Ennyi a világban, aki erre alkalmas, és mondjuk nyitott. Ebből a 6 főből végül az első a Konrád volt, aki felvette a telefont, és 20 másodpercen belül igen mondott, amire egészen kicsi volt az esély. Mondjuk annyi, mint megnyerni most az 5-est. És mi laikusok vagyunk tényleg a dologban, de mik a fő szempontok, amikor ezt nézd, azt mondod, hogy 6 fős lista. Mik voltak a fő szempontok? Bírja, mondjuk 100 napon keresztül a Solet konzerve? Az a szakmai tapasztalatom, hogy benne van. Volt már ilyen körülmények között, nem éri meglepetés, legyen kellően motivált,
és legyen annyira profi vitorlázó, hogy emberileg majd össze tudunk csiszolódni, mert a profizmusnak az is része, hogy egy másik embernek a stílusát, a habitusát, a szagát, a mindent kibírom itt majd 110 napig, vagy ameddig éppen kell, és ezt elhittük egymásról. Én is elhittem róla, ő is rólam, hogy ezt képesek leszünk végigcsinálni, jól megbeszéltük a filozófiánkat indulás előtt, hogy türelem és tolerancia, ezt főfestettük képzeletben a falra, és időnként emlékeztettük egymást, hogy nézzél már föl a falra, öreg, és akkor... De ezt már az ordibálás után gondolom. Emeltebb hang nem. Amikor néha szakmailag, vagy bármilyen egyéb okból nem értettünk egyet, akkor a végső szó mindig az volt, hogy a falat... Aha. De mi vitatkozol ilyenkor, hogy merre menjetek, mennyire húz meg az orvitorlát? Azon többször volt ilyen kis szikrázás, hogy éppen milyen vitorlát húzzunk. Mert a Konrád a maga fiatal tempójával és a maga digitális mániájával engem nézte a képernyőt, ahogy ti, és leolvasta ott a bal alsó sarokba, hogy éppen az most az A2-es vitorlát ajánlja, mert van egy ilyen program benne, hogy milyen vitorlába kéne nekem adott célviszonyok között, szélerő, szélirány, milyen vitorlába kéne mennem. És akkor mondta, fölment a netre, megnézte, mit kéne húznunk, és akkor mindjárt mondta, hogy de hát nanni, A2-be kéne mennünk. Mondom, rendben, hogy te itt kinézed a szemed a képernyő előtt, de nézzél ki is egy kicsit, és nézd meg, hogy milyen felhőzet jön, 20 perc múlva itt letépi a hajunkat a szél. És hát ilyeneken néha összekülönböztünk, mert hogy az alatt a 20 perc alatt is mennyivel gyorsabbak lennénk. Mondom, az igen, de amíg majd éppen letépjük és megküzdünk vele, hogy egybe leszedjük, az meg majd egy óra lesz, és veszítünk vele. Tehát valahol az elején még voltak köztünk ilyen villanások, hogy ő ezt másképp képzelte, ő tapasztaltabb volt mondjuk a legkorszerűbb programoknak a használatában, én meg tapasztaltabb voltam a felhők olvasásában, és ezt aztán lassan összecsiszoltuk, és ő megtanulta azt becsülni, amit én tudok. Én megtanultam azt becsülni, amit ő tud, és ellestük egymástól, de sokkal többként érkeztünk haza. December 31-én rajtolt el a hajó, ha jól olvastam, és pár napig egyébként az élbolyban mentetek, aztán beütött az első krak egy nagy szélcsend. Pár óráig mentünk pár óráig, az élbolyjal, hát igen, a lakonyatig jól mentünk, de nekünk volt egy hibás meteotaktikai ajánlásunk, és most ez mosakodásnak tűnhet, de nem az én emberem volt, hanem a Konrád embere volt, egy francia meteotaktikus. De már megvettétek? Még én nem, de nagyon szeretném. Arra jársz akkor. Ha lesz alkalmam, de én nem tudom ki az illető, mert egyszer remélem a Konrád bemutatja. Szóval ő azt javasolta nekünk, hogy tartsunk keletnek, és ha lehet, keletről kerüljük Ibizát, mert ott kint majd jobb szél fúj, és akkor alulról körbejárjuk a mezőnyt, és hurrá. Na, mi szépen tartottunk keletnek, ott kint elhalt a szél, part alatt meg elrobogtak a többiek. De egyedül tartottatok keletnek? Mert ez egy bátor dolog, ha közben a többiek elhúztak a nyugatra. A VR Waterre tartottunk keletnek, tehát azok is rosszul ítélték meg. Ők időben észbe kaptak, egyébként mind a ketten végül nyugatról kerültük Ibizát, mert nem lehetett elmenni keletnek, ott még jobban megálltunk volna, hogy fölébredtünk. De ilyenkor még beáll egy szélcsend, csak hogy a hallgatók is értsék, hogy konkrétan mondjuk, hogy beáll egy szélcsend, és mondjuk két napig álltok, és nem mozdultok. Négy napig álltatok. Annyira egy helyben, hogy kidobsz egy konzervdobozt, és négy napig nézegeted utána. Az bosszantó. Mint a szög. Mert mindenki Gibraltáron túl kint a Kanári-szigeteknél hajóztak, amikor mi kiszabadultunk. Így aztán lemaradtunk, mint a borravaló, és ez az első éjszakai lemaradás, ez végigkísért az egész verseny. Utána zónáról zónára, ciklonról ciklonra mindig maradtunk le a szélről, és ez, amit először csak 100 mérföld hátrány, az aztán végül lesz 5000 mérföld. És elképesztő fotókat lehetett látni, amikor is te ülsz a 27, nem tudom, 30 méteres árbosznak a tetején, és éppen szerelsz valamit. Ez egy teljesen hétköznapi szituáció, hogy a legnagyobb viharban 10 méteres hullámoknál neked a 30 méteres árbócon kell éppen szerelned valamit? Igen, igen, ez sajnos ott egy eléggé hétköznapi, ez hozzá kell szokni. Ilyenkor vagy hogy döntöttek, hogy ki megy föl, vagy ez ho. Munkám múlik, hogy éppen mi a feladat. Ha csak kötélmunka volt, akkor fölküldtem a Konrádot, ő mégiscsak fiatalabb volt. De amikor szétbeesett az árbóz teteje, és nem volt nagy vitorla felhúzunk, akkor én mentem föl ezt megcsinálni, mert ez a fajta kreativitás az inkább rám jellemző. Meg te tervezted a hajót, te is. Meg hát az én hajom, és amikor kockázatos volt, akkor inkább magamat szerettem kockáztatni, mint mást, és akkor nem engedtem a Konrádot, de volt egy olyan szituáció, amikor lefejeltem az árbocot, és szétnyílott a fejem, akkor
akkor olyan volt az időjárás, hogy egész egyszerűen nem engedtem őt föl. Az, hogy olyan az időjárás, ez nyilván számunkra szinte értelmezhetetlen, felfoghatatlan, tehát még az ember sétál a gyerekkel a Margit szigeten és jön egy nyári zápor, az tudja, hogy az kellemetlen, de nem ugyanolyan, mint lent, nem tudom, a Hornfoknál mondjuk 20 méteres hullámokban. Hogy tudsz konkrétumokat mondani, hogy mondjuk a szakasz legdurvább része a Hornfok, ott például hogy kell elképzelni egy zord háromnapos kis átkelést. Nekünk érdekes módon Új-Zéland előtt, mielőtt kikötöttünk, mondom, Új-Zéland utolsó éjszaka volt ilyen kicsit durva, akkor 58 csúnyos szél fújt műszer szerint, ami nyilván ennél több volt. 11-12 az kilométer per órában, és... bocsánat, csak hogy az 58 csomót... 110 kilométer. 110 kilométeres szél a nyílt vízen, és mekkora hullámokat jelentett? 10-12 méteres hullámok. Oh. Jézus Mária, én is láttam ekkora. És hajó lelassíthatatlan ilyenkor. Ezt tudni kell egy versenyhajóról, azért nincs fék. Nem lehet betaposni és akkor megállni, hanem visz, mint a rongyot, és akkor gyorsan haladtunk ott a hullámok között. Miközben tudtuk, hogy a hajó sérült, de hát ez később is sokszor volt így, hogy döntenünk kellett, hogy ilyenkor most hogy kommunikálunk? Először egy 70 csomós előszél elől menekülünk, vagy kíméljük a hajót. Valaki áll a kormánynál, és próbálja irányba tartani, ne boruljatok föl, valaki pedig elől, és ordítotok, vagy halljátok egymást? Igen, egyáltalán? Mr. Baines állt a kormánynál, ez az automata kormány. Automata kormány van ilyenkor. Aha, ezt okay. Tudtam, hogy van aki ilyen. Az éjszakában jobban vezeti a hajót sokkal, mint mi. Ez volt, és mi meg hát törtük a fejünket, hogy akkor most mi a legjobb taktika, be kellett ott találnunk egy szorosba, a Stewart Island és a Új-Zéland déli sarka között, amit sikerült hajnalra megcsinálni, és elég furcsa viszonyok keletkeztek, mert amikor mondjuk 10 méteres hullámzásba kifogy egy pillanat alatt a szél alólad, az a legrosszabb. Amíg fúj a szél, stabilizálja a hajót. Aztán megáll a szél, a hullámzás marad, és úgy szétver mindent. Vannak olyan pontok, ahol effektíve ki se tudnak benneteket menteni. Tehát például egy Hornfok, mire te ott beesel, mentőhelikopter, hát nem ilyen Hornfoknál, nincs, de nem? Hornfok előtt, a Hornfoknál már ott a csillai biztonsági szolgálat azt tud segíteni. De hát mi jóval előtte, ott ilyen 2000 kilométerrel előtte kezdtünk bajba lenni, és ott bizony nem nagyon tudnak segíteni. De most főleg, ha az a ciklon utolért volna bennünket, ami kergetett minket. Menekültetek egy ciklon elől? Igen, egy óriási ciklonnak a 70 csomós szele elől menekültünk, és a routingunk azt mutatta, hogy folyamatosan 3-4 óra előnyben vagyunk, és úgy érünk oda a Hornfokhoz, hogy 3 órával előtte átmegyünk a Hornfok alatt, és ott a szél délnek fordul, mert az andesek lenyomják, és mi kimenekülünk előle. Ez megtörtént, jelentem, de ez egy 1000 mérföldön át kergetett bennünket. És miközben nekünk ott a tőkesű csavarok miatt kellett volna kicsit kímélni a hajót, eközben hát eresztettük neki, hogy ezt az idői előnyünket meg tudjuk tartani. Ha már szóba hoztad, csak azért merem megkérdezni, hogy ha két kézzel kell kapaszkodni, akkor technikailag egy pisilés hogy néz ki? Hát akkor összebrunyálod magad, olyan egyszerű. De nem kell. Ez azért volt ez a szituáció, hogy egy kéz legalább szabad volt. De te az nem is kellett segítséget kérned egyszer sem. Nem. De amikor ennyire szigorú volt az időjárás, akkor olyan vízmennyiség jött, ment a kormányállásba, hogy odász az ajtóba, és először. Jó napot, és folyamatos a mosás. Vannak olyan tengerész hagyományok, amiket mondjuk ti ott ebben a 110 napban megtartottok, hogy ha megkerülöd a Hornfokot, ha megkerülöd a jó reménység fokot, van egy olyan hagyomány, hogy... Egyenlítőnél jó segbe rúgtuk egymást. Tényleg? Annak ellenére, hogy ez nekem mondjuk a 8. volt, a korrendnök a 7. Nézett rám, mert nem értett, hogy mit lehet, akarsz. Ebben azért, hogy egyet értettünk. Gondolsz rálunk szolgálsa, Balzsin. Na, Dináni, ez még csak a 8. nap, hát csinálj ilyet. De voltak bizonyos fokok, ilyen mérföldkövek, ahol egy csokival megünnepeltük. És akkor megkínáltam őt egy csokival, ő megkínált engem a felével, és akkor ott jó, megünnepeltük mondjuk olyan fokot. Voltak ilyenek, a Lievenfok Ausztráliánál, Tasmania, vannak ilyen inkább lelki állomások ezek, hogy túl vagyunk az út felén, van egy ilyen, a csendes óceánban van egy pont, ami a legtávolabbi pont mindenhonnét, ez a legmagányosabb pont, ez valahogy így is. El se tudjuk képzelni, hogy ez egy lehetetlen, egy navigációs pont csupán, de amikor elmentünk mellette, akkor attól kezdve már közelítesz vissza a civilizáció fele. Úgyhogy azt is megünnepeltük egy darabka csokival. Az milyen, amikor hetekig senkit nem látsz, és senkivel nem találkozol? Hónapokig. Hajót se, semmi. Hajót se, senki. Tehát ott semmi. Van Korrád, nyilván már sok mindent megbeszéltetek, mondjuk éppen nyugival, és hetekig nincsen nagyon sokat beszélgettünk, senki. De volt olyan, amikor nem, mert hát pihenni is kell valamikor. És ott lenne a déli vizeken, bizony úgy érzed magad, de egy idegen planétán lennél. Az nem a földgolyó. De jó vagy inkább nyomasztó? Nem, az nem jó. Nem jó. Az normális nem jó? Ember nem szereti, és mi azok vagyunk. Nem, ez nyomaszt, a teljesítmény miatt mész oda, és igazából senki nem szereti. Hideg van, minden vizes, óriási hullámok vannak állandóan, fúj a szél, ha nincs szerencsét szemből, mondjuk ilyen fél álomba szenderex perceket. Ez a pihenés.
És azon gondolkodhatok, hogy miért volt ennyi technikai hiba? Tehát ez egy rendes dolog, hogy van egy hajó, amit az ember épít, és igen, az első nagy útján ezeknek ki kell jönni. Vagy valami félrecsúszott kicsit. Van egy része, amelyik így van, aztán volt egy része, ahol dühöntem, nem kicsit, nagyon, ahol drága dolgokat megveszel sok pénzért, és rájössz közben, hogy valaki link volt, átvertek. Mert nem úgy csinálták meg, ahogy elvárható lenne, és mindig valakinek a hozzá nem értése, vagy a vagy rossz szándéka, vagy a lustasága miatt te nagyon nagy árat fizetsz ott kint. Olyan nem volt, hogy megkérdezted magadtól, hogy milyen fenét keresek én még itt, és hogy miért csinálom, és hogy mit akarok ezzel bizonyítani. Hát elég, hogy még mert pontosan tudom, mit keresek ott. És hol a fenében vagyok? Nem először voltam ott, negyedszer, és tudtam, de amúgy sem vagyok ez a típus, aki azon mérgelődik, hogy vajon miért csinálom, amit csinálok. Azért csinálom, mert szeretem, és az összes negatívum a hidegével, keservével együtt szeretem. Van egy csomó minden, beleértve a szerelmet is, aminek van árnyoldalai, és azt vállaljuk az a jóért. Azt olvasom, hogy egyszer neki ütköztetek valaminek, aminek nem tudtátok, hogy mi az, vagyis összetörte akkor nagy összekötő rudat. Egyszer nem tudtuk, mi az, az egy ilyen UFO volt, egy nagy fekete valami. Ilyeneket nem mondjál egyszer, Balázs nagyon fogékony a témára, nem én valami nagyon, volt. Én hívő UFO vagyok, nem volt. Kevésbé. Ez a víz alatt úszott valami nagy fekete? Az UFO-nak az ismeretlen eredeti tárgyat hívjuk ott. Tehát egy ilyen ismeretlen eredetű nagy fekete tárgy volt, ami fölütötte a kormányunkat, ott vannak ilyen biztosító csavarjai ennek. Fölment, ez nem lett volna baj, csak az összekötő rudat eltörte, és a gömbcsuklókat elgörbítgette. De később is ütöttünk még ilyet, amiről viszont tudtuk, ez nem UFO volt, mert halászháló, vagy egy nagy halászháló csomag, de ugyanúgy problémákat okozott, és szerencsére az már nem törte el a kormányunkat, de meg kellett állni hozzá, és tolatni kicsit, hogy megszabaduljunk tőle, és ilyen volt még kétszer. Szóval azért a sajnos az óceán tele van ilyen úszadékos szemetekkel, és nem mind kicsi. Sőt, meglepetésemről most az Atlanti óceán az Egyenlítőtől egészen a Zöldfoki szigetekig tele volt hinárral, alig tudtunk menni tőle, óránként, fél óránként meg kellett állni, lerázni magunkra, mert ilyen hegyekbe összerakódott. Irdatlan mennyiség. 900 mérföldet mentünk egy hétig, úgyhogy fél óránként meg kellett állítani a jót és lerázni a hinarat. Borzalmas volt. Nagyon utáltuk. Szemétből is sok van, úszik, de ezek az összerakódott szigetek, ezek most éppen a csendes óceánban Japán mellett vannak. A Japán összes szemete utockál az óceánon, és ez elég szomorú. Te változik az óceán klímája? Ez azért lehet? A hinár az igen, meggyőződésem, hogy melegebb az óceán, és azért lett ekkora virágzás, mert korábban a szargasszó tengeren volt ugyanez a hinár típus, de ez egy aránylag lokalizált volt, most meg az egész óceán tele van vele, borzalmas. Na, és őszintén, mikor hangzott el az a mondat először a szádból, hogy Konrád, hát még csak a 90. nap. Hát a 90. nap. De elhangzott, jó? Nem baj, hogy megfogod a combom, de ki van a kormánynál? Nem. Aranyos gyerek. Ki van a kormánynál? Mr. Bain. Nem, ilyen neki mennyasszonya van, nekem feleségem, és én öreg vagyok ehhez már. Legyünk öreg, uralkodott magát. Férfiak azért 110 nap a 110 nap a rohadt életben. Hát azért az egy hosszú idő, nem? A fene vigyel. Hosszú. Hát azért az egy hosszú. Egyetért. Hosszú idő. Majd a mennyasszonyra gondolok, Nándi. Tudod mit? Nem is. Hát nekem fogalmam nincs, hogy mit csináltak korábban, amíg én aludtam. De valahogy megoldott ezt a problémát. De volt olyan, hogy most jobban mosolygott, amikor felébredt? Nem, olyan, amikor gyanúsan viselkedett volna, ilyen nem tűnt fel. A fáradtság jeleit láttam rajta, de ilyenfajta... És az ápolás mi volt? Az azt mondtad, hogy egy hónapig kellett ápolod? Nem, mert hogy csak két hét volt benne, csak nagyon élvezted? Nem, egy hónapig két hét volt, és körülbelül... Itt is nagyon fáj, és nagyon van egy bibi. Nem ilyen volt. Alapvetően az volt, hogy ő nem tudta az ágyat elhagyni, mert nem tudott kapaszkodni. Az egyik válasz korábban műtve volt, azt féltette, a másik teljesen hasznavehetetlen volt, hogy nem mert kijönni a hajóból egy darabig. De aztán később jött, és már tudott segíteni is, de egy a jó hétig kellett a vördöt hordani hozzá és el tőle. Úgyhogy ez egy feladat. Fizikailag, bocsánat, hogy szóval, fizikailag hogy készültek egy ilyen hosszú útra? Hát az tudjuk, hogy szereted, mindenki. Ugye? Hát igen, igen, de nem azért lehet. Valahogy a kondit karban kell tartani. Persze. Hát az ember folyamatosan sportol valamit. Adott esetben én gázmaszkba beöltözve köszörültem a hajóba, ez nagyon jó sport. Menet közben sok mindent felszedezem, de nem lehet erre úgy felkészülni, hogy most két hónap múlva megyek, és akkor elkezdek bicepszelni valahol egy fitness teremben. Életmű mindenkinek. A Konrád is triatlonista volt, hegyi bringás volt, vitorlázó volt, sok minden volt, és fantasztikus fizikuma van.
Én 50 évig sportoltam fizikai sportokat, úgyhogy nem ért semmiféle meglepetés. Hamar visszajön, az izmaid emlékeznek. Tehát az, hogy én előtte jöjjek, menjek, futkározzak, súlyozzak, teljesen fölösleges, itt mással kell készülni. Most ahogy hallgatlak téged, azért azon gondolkozom, hogy te egy elég racionális pali vagy, aki tudja, hogy helyén kell kezelni az érzelmeket, nem kell túl sokat, munka van, meg kell csinálni, hajózni kell, túl kell élni. De mégis volt olyan pont ebben a 110 napban, amikor a természet lenyűgözött, amikor megálltál egy pillanatra, amikor közelebb kerültél ahhoz, amiben hiszel, amikor rácsodálkoztál, hogy úristen, itt vagyunk, és amit látok, az fantasztikus, ami nekünk nyilván értelmezhetetlen, mert az ember ilyet nem lát, sajnos, bár csak egyszer láthatnánk, de amire te is azt mondtad, hogy na, ez egy szép pillanat, hidd el, egy megható pillanat. Folyamatos? Folyamatos. A természet folyamatosan lenyűgöz. Amikor megmutatja, lenyűgöz, hogy milyen erős, vagy milyen szép. Folyamatosan azt érzed, hogy epizód vagy benne, nem vagy otthon, a természet ez működik, irdatlan energiák és erők mozognak, és az egyetlen feladat, hogy valahogy megúszd. Aki oda megy nagy fityekkel, hogy ő majd jól legyőzi a természetet, az vagy bolond, vagy meghal. Annyira hatalmas, annyira markáns, annyira érzed, hogy alattad 5000 méter víz, körülötted 1000 kilométerekre semmi, fölötted a jóisten, és jönnek a felhők, és én Zeus papával, és mit tudom én, folyamatosan kommunikáltam, igen, hát nevezzük bárminek, de előbb-utóbb rájössz, hogy mindig magaddal beszélgetsz, mert hát senki nem válaszol, magadnak válaszolsz, egyébként meg non-stop lenyűgöző a természet. Ha egyszer kipróbálnék így, nyilván nem 110 napig, mert az ember nem tudja végigcsinálni, és meg a képesítése, de az pont ez a pillanat, amikor egy olyan viharban lehetsz ott, vagy amikor azt érzed meg, hogy ugye itt az ember azért már viszonylag elhatárolódva él a természettől. Ha fázol, begyújtasz, fedő van a fejed felett, fedél van a fejed felett, nem érzed. De ott kint a tengeren egyszer csak rájössz, hogy milyen erős a természet, és milyen pici vagy te. És azért ezt megtapasztalni szerintem a legnagyobb tanulás. Nem? Amitől az ember eltávolodik itt a városban. Megváltoztatja az emberek jellemét, úgyhogy alapvetően nekem régi filozófiám, hogy minden politikust egy kis csónakba háromnapi hideg jelenleme ki kéne lőni egy hétre az óceánra, és másképp gondolkodna azonnal mindenről, főleg az embertársairól. Ez biztos, hogy nevelő hatású, és nagyon mélyen elgondolkozol, és régi mondás ez, hogyha azt akarod, hogy hívővé váljon valaki, akkor vidd ki a tengerre, mert ott azzá válik. Én magam érdekes filozófiával létezem a világban, keresztényként, hívőként, de mégiscsak másban hiszek, de ott kint azért elkezdesz beszélgetni Istennel. Ott nincs kegyelem, ott előbb-utóbb rájössz, hogy rajtad kívül ott van valami szervező erő, aki valamilyen módon ott irányítja a dolgokat, és ebben az egész rendszerben mi ott egy ilyen epizódszerű molekula vagyunk. A legjobban ez érdekelne ebben, hogy ezt egyszer, egy órára, egy napra, három órára, ez annyira markánsan megjelenik a lelkedben, hogy kérdés sem merül fel. Fantasztikus. Szóval nem kell törni a fejedet rajta. Következő túrára a segéderő. Nyilván nem lehet végigcsinálni, még nem is erre gondolom, hogy beülök, csak egyszer egy ilyen vihart az ember átéljen, egy olyan szakavatott ember, amikor meglátod, hogy milyen pici vagy és milyen erős a természet. Azt szerintem megváltoztat egyébként biztos egy életre. Mi a következő, ahova mentek? Megyek. Még igazából a következő idei verseny, két verseny van még nekem, mindegyik páros, de még nem tudom, kivel megyek. A Konrád most dolgozik a saját programján. Én megyek vissza a hajót átépíteni, és valamikor augusztus végén van egy úgynevezett Fastnet verseny, ez Anglia és Írország alatt ott egy oda-vissza. Ez egy nagyon híres és nagyon fontos verseny, benne van a világbajnokságban. Nagyon remélem, hogy elkészülök rá. És október végétől november elejé valamikor, nem tudom még mikor rajtól, a Transat Jacques-Vabre, ez egy transatlanti verseny, az még benne van a programunkban, oda is szeretnék elmenni, az már egy hosszabb falat, ez a kettő van idénre, mind a kettő két személyes, a második után van egy hazaverseny, az szóló verseny, az egy kvalifikációs, jövő évben meg egy csomó egyéb verseny van még, és felkészülések a Vendée Globe-ra. Mondd vissza, Vendée Globe. A legnagyobb a legkíresebb földkerülő vitorlás verseny, ott talán egyedül vagytok, ugye? Az szóló most a földkerülő, az a legkeményebb. Igen. És a legjobb társaság. Az a legjobb társaság, igen. És hát ott kezdődik az ember embernek lenni, amikor szereti a maga társaságát. De egyébként igen, szóval, hogy itt filozofálunk, de hogy nem vagy többet egyedül egy óránál saját magadban, mert vagy telefonálsz, vagy e-mailezel, vagy valaki van a környezetben. És van, akit nem hagyhatsz magára a saját társaságában, vagy baj csinál. És ott vagy a saját fejeddel, a saját gondolataiddal, a saját démonaiddal. Fú, na az is mekkora tanulás. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál, jó volt hallgatni. Köszönjük szépen, és hát nagy kalappal.
A legnagyobb sztároknak is kell a pihenés. Balázs, Feri és Jani most szabadságon vannak. De nem múlhat el reggel morning show nélkül, ezért összeválogattuk a legjobb pillanatokat. Íme. Egy kollégánk, most mindegy is, hogy ki, mert annyira jelentéktelen ő. De hogy igazából háromból kétszer nem sikerül eltalálni Balázsnak a nevét. Igen, abszolút nem tudom, hogy hogy hívják. De nagyon helyesen, a több éve dolgozik itt. Elmesélte, hogy... Ne, nyilván tudom. Elmesélte, hogy neki mennyit számít az, hogy reggel van valaki, aki nála vidáman indítja a napot. És elgondolkoztunk azon, hogy tényleg mindenkinek meg lehet az az egy ember, az az egy valaki, aki miatt egy kicsit reggel jobb kedve lesz. És azért mi sokszor hát beszélünk komolyabb témákról, meg buskomorkodunk, meg trollokról beszélünk, meg elmondjuk, hogy... Majd is fogunk. Igen, ez az ország mennyire irigy, és milyenek a trollok, de... Arra gondoltunk, hogy össze kellene szedni azokat az embereket, akiktől nektek, drága hallgatók, jól indul a reggel. Ugyanis elmondtam, hogy ő metróval jár a Batthyányig, és ott a Batthyányin hévvel is megy. És van állítólag a Batyin egy újságosztogató lány. Egy újságosztogató lány, akiről azt gondolt, hogy elveszett tőle az újságot, tök mindegy, hogy milyen újság. És... kiveszed a kezéből, és mész tovább. Megköszönöd, esetleg. Köszönsz neki. Elmesélte, hogy ez a lány, ez annyira tündéri, és annyira szívből osztogat, és annyira élvezi, amit csinál, hogy kicsit mindenkinek jobb kedve lesz attól, ahogy elveszi tőle az újságot. És elgondolkoztam ezen, hogy milyen pozitív dolog, hogy néhány nap után már várod, hogy ott lesz-e, hogy mosolyog-e, hogy ma is jókedvű-e, hogy nincs-e valami baj esetleg, vagy nem tűnik el, a lány ott van, mosolyog. És úgy veszed el tőle az újságot, hogy jobb kedved lesz. És ennyire meghatározó egy jó mosoly, meg egy jó köszönés. Így van. De nagy. Ez nagyon sokat számít, és ő elmondta a mi kollégánk, hogy egyszerűen jó tőle elvenni az újságot, és ezt, hogy ő ilyen energiával adja oda sok-sok embernek, mert hogy ott van egész délelőtt, egyszerűen tényleg mindenkinek jobb kedve lesz. Tehát lehet, hogy nem is akarod az újságot elolvasni, de elveszed tőle, mert úgy néz rád, és úgy mosolyog rád. Kicsit szerelmes lett a kolléga, nem? Igen, azt érzem, hogy lehet, hogy azért már több kört megy, és még egy újság, lehet, hogy ebben van valami. De önmagában gondolatébresztőnek nagyon jó, hogy milyen jó lenne, ha mindenkinek lenne egy ilyen ember, és megtalálnak azokat az embereket, ha még vannak ilyenek, aki nem úgy adja oda a kiflit, hogy szomorú, aki nem eléd rakja a túrós táskát, de látod, hogy nagyon unja, aki nem úgy adja oda a bérletszelvényt minden hónap elején, hanem egyszerűen kicsit feltöltődsz tőle, mert az emberek inkább elvesznek a másiktól, nem? Szomorú. Igen, mindenki erre vár, hogy igen, kapj egy adja, ilyen töltést. De hogy kapj egy ilyen töltést. Batyi felé nem mentek, nem találkoztatok még ezzel a lányjal? Batyányi téren van állítólag. Aha, meg kéne nézni. Korán reggel is szoktam találkozni, amikor osztogatják ezeket az újságokat, ilyen újságosztogató lányokkal, srácokkal. De ők nem kedvesek. De nem ennyire meghatározóan. Szimpatikusak, aranyosak, helyesek, teszik a dolgukat, de nem ennyire meghatározóan. Igen. De nagyon sokat számít ez. Igen, és álltok baromi hangosan, köszön, cuki, aranyos, és nagyon helyes. Az IT-sunk mesélte egyébként. Aha. Van ő jár. Hogy IT? Igen. Ja, örülök neki. Az meg vagy Titi nagypapa? Szépen. Titi nagypapa megy az erdőbe? Aha. Meg, de meséld el. Titi nagypapa megy az erdőbe, és azt mondja, állj Titi, no! Kia! Na jó. Jó. Oké. Én Balázsal vagyok így egyébként reggelenként. Néha bejövök a lotályába. Kicsit nem lesz jobb kedved tőlem. És mondd egy ilyet. És utána hihetetlen, mint a kicserélnek volt. Ki is öntöm ezt a kávét? Minek nekem koffein? Én sugárzom magamból az energiát. Csak rám nézel, mondok egy ilyen blödséget, kicsit jobb kedved. Azt tudod, hogy lassan senki nem fog érteni, hogy viccelek a poénját. Igen, igen. 2016. Nem mondod, hogy Titi nagypapa nem jó. A Titi. 2016. Elmondod, hogy egy Titi nagypapa meg ezért. Titi, no. Titi, no. Na, és megszereztük ennek a lánynak a telefonszámát csak egy röpke interjú erejéig, aztán ti már kezdhettek azon gondolkozni, hogy nektek ki az az ember, akitől töltöttök. Mit csinál, hogy adja oda, mekkorát köszön, milyen a mosolya, mi a foglalkozása, ki derít benneteket jobb kedvre. Ha elakadok, az csak azért van, mert a Williams látszik... Ne, mondtad, hogy nem beszélsz róla. Hátulról mutatják, és mindig belenézek a blendébe, hogy terpesz nekem egy ilyen óriás ott a egyszerű, igen, a méh királynő. Annyira kegyetlen az adásrendező, hogy beáll terpezbe szerva fogadáshoz, hátulról mutatják mindig, és mindig nyelek egyet, akkor így majdnem azt érzem, hogy már ott vagyok a fenekébe. Igen, nem egyszerű az a
adásrendező dolga állandóan kiabálni ne, az operatőrökkel. Hogy ne legyen benne. Profilból, könyörgő, profilból. Na, igen. Na, felhívjuk a leányzat, őt megtudtuk, Viviennek hívják, és tőle derül jobb kedre. IT nagypapa, az IT szakosztályunk, így van. És mindenki, aki ott van a Batthyány tér környékén. Itt van Vivien, hello Vivien! Sziasztok, jó reggelt! Na, egy hang alapján már rögtön igazolod a híredet. Igen. Remélem. Örülök nektek, hogy beszélünk. Szuper. Hello Vivien. Láttál egy olyan embert, aki többször veszel tőled újságot, nagyon érdekesen rád mosolyog, ő próbál veled szemkontaktusba kerülni, és 6-8-10 újságot elvesz tőled? Középkorú? Nem középkorú. Korunkbeli? Milyen haja van? Nem láttam. Kacnak. Milyen haja van? Szolidan divatos. Szolidan divatos haja. Nincs ilyen, Vivien? Ő a mi kolléga. Nincs. Na, te mióta osztogatsz újságot? Én 2 hónapja. 2 hónapja. Hát, igen. Tudod, hogy rólad beszél a Batthyány tér, hogy vidám vagy, kedves vagy, és egyszer feltöltődnek tőled az emberek. Hát próbálok rólatok mintát venni. Hát ti is minden reggel olyan jó kedvet csináltatok nekem régen, hogy... Te belőlünk táplálkozol, belőled pedig az emberek. Persze, ennyi. Hát. Te minden nap a Batthyin vagy egyébként? Igen, minden reggel itt vagyok. Ezt te osztod be magadnak? Igen. Tehát bárhol lehetsz, bármelyik metró aluljáróban? Hát, ha van hely például, akkor igen, de nem feltétlen. Aha, tehát hogy megnézed, hogy hol van a hely, és akkor oda mész. Persze. De szeretem, ez jó hely. Kedves emberek vannak általánosságban, úgyhogy... Hát miattad kedvesek, mert te ugye nyomod a kedvességet feléjük, és ugyanazt kapod vissza. Igen, ez oda-vissza. Hát hála jó égnek, nem? Na, mit kapsz az emberektől? Mit mondanak neked? Hogy van, aki pozitív, van, aki negatív, vagy csak pozitív visszajelzés, hogy mondj egy-két konkrét esetet. Oda megy, elveszi a lapot, hát ez egy pillanatnyi interakció, ugye? Nem, nincs idő hosszú beszélgetés, de még miket mondanak? Hát megkaptam már, hogy én vagyok a legjobb rikkancs itt Budapesten. Rikkancs? Igen. Rikkancs? Isten, miért van ez kibott? Szó eléges párlósista. Boldog békeidők. Te vagy a legjobb rikkancs itt Budapesten. Igen. És pedig megyek, de és fogok egy iszabék kapucinert. Igen? Volt egy néni, akkor minden reggel hozott cukorkát. Cukorkát kaptál egy nénitől? Igen, most aranyos volt mindig. Újságért cserébe, meg csokikat is kaptunk. Az idősebbek bókolnak neked? Ja, persze. Aha. De jó. Meddig vagy ott a Batthyin? Mikor kezdesz, meddig vagy ott? Én 7-től vagyok 9-ig. De csak ez 2 óra. Aha. Igen. Akkor kiszorsz mindent? Vagy ha marad, akkor addig kell maradnod, amíg nincs olyan, hogy marad nálam. Tehát mindent elszorsz. Olyan, hogy valaki visszahozza, hogy újra találkozhassatok? Hát, vagy van olyan, hogy elmegy, odaadja az újságot másnak, és akkor visszahozza meg, visszajön megint, hogy kér egyet. Nem, most már akkor valamikor kiugrok, én is megnézlek, mert van egy kis kötődés, nem csak az újsághoz. Most is ott vagy, mi a helyzet a Batthyin, jelen pillanatban jelent nekünk? Hú, hát ahogy le van zárva a hév, ezért sokkal kevesebb ember van sajnos, de megy az élet itt korán reggel, teljesen csütörtökön, úgyhogy. Csütörtökön, átlagos reggel. Igen. Jól van, igen. Na örülünk, hogy hallottunk. Ha látod a kollégánkat, barna hajú, átlagos testalkatú, nagyon sokszor megy, akkor jelez neki, hogy... Oké. Okay. Kérdezd meg mindenkitől, hogy az IT-szektorban dolgozik. Igen, IT-szektor. Ha IT-szektor, akkor ő az. Akkor ő a mi emberű, mert ő mesélt nekünk rólad, hogy jó, nagyon, okay. nagyon tündéri vagy. Az egyik keze folyamatosan zsebében van, és nem Parkinson. Ha ti mondjátok. Ajjaj, nem alatsz vagy. Puszi Vivien, csakoltatok, jó munkát neked. Szia. De már a hangja is cuki. Nagyon hasonlók, aranyos, viszi a bulit, tényleg jó. Igen. Nagyon aranyos. Nekem például egy fix kéregető lány volt itt a Hungária körúton. Aki nagyon helyes volt és nagyon aranyos volt, itt állt a kanyarban mindig. És azzal, hogy kérek, hogy oda ment, és azt oda jött, és nem, igen, mindig elbeszélgettünk, letekertem az ablakot, mindig kérdezett a gyerekekről. Már nem kéregető volt, ő az Anna volt, csak meg akarta veled beszélni a best of-okat. Mindig adtam neki apró. Tudod dolgokat kérdezett, Bali, mi legyen a best of-ban? Mondom, ne haragudj, ismerjük egymást. Megismételj. Igen, mi legyen holnap az ismétlésben, mondom, hölgyem, ne haragudjon, ne zárpasson már. Szóval egy kamerámmal elbeszélgettünk, mindig kiszúrta az autómat, és akkor megelőzte a többi autót, nem osztott újságot, hanem egyből odajött, és amíg nem kaptam zöldet, addig nagyon helyesen mindig elbeszélgettünk, és már láttam, hogy kiszúrta az autót, őt itt állt pont a fordulóban. Mm. Tehát ahogy ugye mész tovább egyenesen a Kőmegyai út felé, vagy fordulsz Kispest felé, vagy rá az Üllői útra.
vagy a gyors körmérő, vagy fölfele, vagy lefele, vagy átdobált a felüljáról. Aha, végig. Most megkezdjük, de a felüljáró alatt voltatok. De most nincs itt egy ideje. Tehát most egy ideje nem látom. Mivel nem adtál neki soha pénzt. Pedig azért mindig, adtam neki mindig, de egy idő után nem fogadta el. Aha. Tehát egy idő után már csak azt éreztem, hogy egy kicsit jó neki beszélgetni. Nekem is jó volt, megvitattuk az élet nagy dolgait. Ez körülbelül fél perc. De ezek a találkozások azok, amik kicsit teljesebbé teszik egymás életét, nem? Kis duma, egy pici mosoly, nevet kettőt, ő is aranyos, te is kedves vagy, és valahogy egy picit jobb minden. És egy idején nem látod? Egy idején nincs most itt, igen. Nem volt olyan, hogy például hoppá, mázolt, itt nem is volt fekvőrendő. De nyilván volt, hogy elütöttem is azóta. Szegény kórházba fekszik azóta. Igen. Megnézettem a gömb összekötőt, és a laprugóimat megnézettem, öröm furászol. Csúnyan defektek. Nem, egy ideje nincs itt, nem tudom, remélem, hogy jól van. Szerintem sok autós emlékszik rá, hogy itt az Üllői Hungária kereszteződésben itt állt. Nektek valaki olyan, aki egy cuki buszsofőr, egy helyes villamosvezető, egy jó lehelletű ellenőr, nincs ilyen? De, egy hajléktalan mindig kifribál szokott dobálni. De most tényleg csak pozitívat mondják, nem érdekelnek a negatív dolgok. Van itt az aluljáróban egy kis pékség, és az ott dolgozó lányok iszonyatosan kedvesek. Minden reggel, és független attól, hogy veszek vagy nem veszek valamit, hát sejtetitek, hogy olyan túl sok pénzt nem költök el náluk se. Független, hogy veszel vagy ha nem veszel, ha beállsz a sorba és nem veszel, akkor kérsz? Vagy de akkor csak beáll a mosolyért. Tehát melyik az eset, amikor nem veszel, beállsz a mosolyért? Nem. Vagy csak elmegyek, mindig rám köszönnek, integetnek, mosolyognak, hogyha mondjuk cigiszínetük van itt oldalt, és akkor megállnak itt a lépcsőn, és találkozunk, akkor is rám köszönnek. Hogy beállsz a sorba, nem veszel semmit, csak kérsz egy sejtet. Nem odaállok, és mosolyogok. Egy letört kiflivé. Nincs véletlenül, lejáros, összeszedjük. Igen, és ezért is mosolyogunk minden reggel, beállok oda, végigállva a sort, egy picit állok, mosolyogunk egymásra, és akkor bögdössük egymást, hogy itt van a retard kifi. Na, kisfiú, itt van ez vissza, mert ez előbb-utóbb kinyílik. Kisfiú, itt van ez a tegnapi kakaós csiga. Edd meg azt a dolgot. Na, menj most már szépen a dolgodra, nem? Nagy veletérig áll a sor, kisfiú. Szóval csajok kedvesek, na én erre gondolok. Igen. Erre gondolok. Önzetlenül aranyosak, cukik, figyelmesek. Neked egy kedves tréleres, aki bevisz a szakszervizbe bárki. Ne, ide szoktam hozatni magam trélerrel, mert mindig az ide be kell jönni dolgozni. De figyelj, nekem ezen az úton reggel senki. Na nézzük, mit érnek a hallgatói, mert nagyon sok embernek van hasonló ember az életében. Reggeli öröm Ovó néni, aki minden reggel akár esik, akár fúj, mosolyog, vidám pár kedves szót mindig tartogott, örül minden érkezőnek. Sajnos most nem jön, eltört a bokája. Jobbulást kívánunk neki, és várjuk. Nekem egy aranyos hölgy dobja fel a reggelemet, minden reggel ott van a kávégép elején. Nem szól semmit, de segít elindítani a napom. Az anyósom pékségben dolgozik, a vásárlók képesek utána menni a másik üzletbe, amikor áthelyezik a városon belül. Reggel bölcsi után száguldok a villamoshoz, hogy beérek melózni, de van egy idős bácsika, aki mindig 200 forintot kér, na ő nagy forma. Hol udvarol, hol megnevetett, vagy csak meghallgatom, ha panaszkodik, de mindig felvidulok tőle, mókás kis öreg. Veszprémben a kék propelleres mobilszolgáltatónál. Így még nem hallottam, miket kék propelleres. Mobil szolgáltatónál dolgozik egy kerekesszékes értékesítő orsinak, hívják, csupa életöröm, jó kedvem lesz tőle, ha beszélek vele, vagy befizetem a számlám nála. Azt mondja, hogy Köszörűs Lajos bácsi, minden reggel pálinkával vár a melóban. Délig tart a lendület. Zékülte nekünk. Kidobja fel a napon a pálinkás bácsi. Igen, Köszörűs Lajos bácsi. Gyöngyösön a főtéri patikában egy szőke, mosolygós gyógyszerésznő, Andi. Kedves, aranyos, bájos hangú. Ó, ez akár még többről is szólhat. A leheltéri pékségnél áruló lány többen említik. Álmodoztam róla, hogy egyszer megfoghatom a kezét. Kölyet küldte nekünk ezt az aranyos eset. Milyen szerény álmok? Én ennél sokkal bátrabb vagyok álmaiban. Hát álmokban igen. Igen. Valószínű kamasz még. Ugye? Megfogom a kezét. Még néhány év és szörnyű. Egészen más gondolatai lesznek. Szörnyűek, tisztátalanok. Ördögtől való gondolatok. De ez aranyos. Álmodoztam róla, hogy megfoghatom a kezét. Amikor adja vissza az aprót, fogd meg úgy a kezét, hogy kicsit élj hozzá. És aztán engedd el. Kapd el, kapd el. Légy szíves, dolgoznom kell. Nem hiszem el. Miért vagy ilyen erőszakos? Add már ide a borsprét. Igen, azért azt ne várd meg, amikor arcom fújnak. Igen. Na jól van, hát milyen jó ennyi pozitív SMS-t olvasni. Egy hallgatók ezt írja. Tegnap beolvastátok egy SMS-em, ezt hátán vitte a napot. És megint! Ez itt a Morning Show. Klassz FM-en. Hát akkor mi most nem vagyunk, de mégis vagyunk? Nem, vagyunk, Laci, csak nem itt vagyunk. Aha. Kérlek, mindjárt szól, megszólítom. Tehát mi most nem vagyunk, de mégis vagyunk?
Igen. Visszajöttünk? Igen, de ne próbáljuk megmagyarázni, úgysem tudjuk. Tehát akkor mi most nem vagyunk, de itt vagyunk? De vagyunk, csak nem itt vagyunk. Aha. Ja, de itt vagyunk adásban. És van egy nap hallgatója is. Halló, jó reggel! Morning show, jó reggelt! Hello! Szia, Szabi! Jó reggelt! Képzeld, mi nem vagyunk, de itt vagyunk. Igen. És te vagy a nap hallgatója. Ó, ez parádés. Tehát mert nem... hogy ezen a héten azokat jutalmazzuk, akik küldtek nekünk közlekedést. És leszel, de már vagy? Nem, nem, ő most nem van. Vagy? Elveszettem a fogalmat, de örülök, hogy én vagyok a nap hallgatója. Most ebben az időpillanatban ő nincs itt velünk, de ezt érted. Mindjárt jön a kérdéstől jogosan, de az ajándékcsomag igazi? Az ajándékcsomag igazi, Szabikám, úgyhogy erre a napra te lettél a nap hallgatója, mint lelkes közlekedési SMS-t küldő egész évben. Jó? Nagyszerű. Nagyon szépen köszönöm. Tartsd meg ezt a jó szokásodat, küldj nekünk még közlekedést. Igyekszem. Csáó, köszönjük. Köszönöm. Hello. Hello, gratulálunk. Hölgyeim és uraim, ez volt a műsor, amelyre az